a lendülettel meg is vagyunk, ha minden igaz, de ez majd mindjárt kiderül. Na, hello, hello mindenkinek! Hello, Zoé! Egyelőre még nem tudom, hogy hogy rakjam ki azt, hogy lássam a megvan, kiugró ablak, megtaláltam, nem szóltam, mire feltette Déva kérdést, önmaga rájött, hogy hogy rakja ki azt, hogyha valaki a TikTok chatre érkezik, hogy azt is lássam. Most próbálom olyan felületre látni, hogy olvasható maradjon, de szerintem fogom látni már amennyire. Várjál, és ha ezt lehúzom? Jaj, akkor meg az OBS-től nem látok semmit. Fergeteges. Na, mindjárt rájövünk, hogy mit, hogyan. Tökéletes, a Dév rájött. Jaj, amikor azt mondom, hogy rájöttem, akkor rá kell jönnem, hogy nem. Megint behúzódott fentre. Addig is osszátok a live-ot, meg ilyen alap dolgok, és akkor utána már itt is vagyok, és koncentrálok rátok is. Addig kinek milyen napja volt, srácok? Köszönöm szépen a követést, V. Köszi. Aha, ez így nem jó, mert így nem fogom látni azt, hogy mit írtok, olyan picibe van. Shit, akkor mégse jó. Jó, gondoltam, hogy az első az macera lesz, mert új monitorom van. Ó, holnapig megkeressük azt a fázist, hol lakik. Köszi szépen, Phoenix! Köszönöm szépen, Phoenix, a harmadik hónapot. Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt olvasok, csak nem tudom elosztani, hogy mit, hol látok, és nagyon zavar, hogy az OBS-en átlátszó a TikTok. Be lehet azt állítani, hogy ne átlátszó legyen? Várjál, háttér átlátszósága. Be lehet. Jó. Egyből jobb, a kutya mindenit. Hoppá, hype vonat! Krisz, köszönöm! Köszönöm a harmadik hónapot, egymás követő harmadik hónapot. Köszi. Megijedtem. Történellel mit hagyott? Üdvözlök mindenkit, srácok, aki még Twitch-en nem követett be, az kövessen be, srácok, és ilyen kis csodás hype vonatba tudtok részt venni. Köszi. Jaj, de megleptetek, ennyire őszintén nem számítottam, hogy így kezdjük a live-ot, miközben én még csak bénázok, és még eddig el se kezdtem. De már buli van, hát ezek vagyunk mi, srácok. Mindjárt, addig lehet oda jönni, ahol vagyok SSO-n belül, és kiírt még, várjatok. Igen, a karaoke live-ra a pontokat be tudjátok tenni, csak most a hype vonattól nem látok. Köszönöm szépen, Lakati Lindus, a 10 rózsát. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves tőled. És gyakorlatilag amúgy meg még semmit nem csináltam, csak pofázok. Mindjárt itt vagyok, srácok. Még van egy kis dolgom, de utána teljes mértékben figyelek. Csak rájöttem, hogy elfelejtettem a modis fiókkal konkrétan bejelentkezni. Na, de most már gőzerővel. Ó, köszönöm szépen, kakaós Jósz cica, nagyon kedves tőled, és a hype vonat 63%-on tart, 3 perc 21-ig, hogyha érkeznek csírek, bitek, illetve tagság vagy tagság ajándék, akkor már is hozzá tudtok járulni a hype vonat tovább robogásához, amivel új emótot oldhatunk fel. Na, hogy vagytok, srácok, kinek hogy indult a napja? Itt üdvözlöm természetesen Zoét, Phoenixet, Kriszt, illetve valakit kitakar a kérdés, valamint Julcsi, másikon is Zoé, V, és 2 éve még nem gondoltam volna, hogy fiúk is SSO-znak, közben megismerek kb. 30 SSO-s fiút. Így van, bőven vagyunk, úgyhogy ez ilyen, és neked is köszönöm szépen a követést. Jósz cica, és köszönöm a megosztást, Melinda, köszi, és Simonyetta, köszönöm a csatorna pontokat, és köszönöm follow me a follow back-et, majd visszamegy. Na srácok, nyomjuk meg a lájkokat TikTokon, és Twitch-en pedig üdvözlök mindenkit az első lovas live-ba. Na, ugye alapvetően bejött a Halloween event, és a lovagos cuccot le fogom tenni, csak hogy láss, hogy
Így is gondolom, már a Moris fiókkal nyomtam is egy követés sok sikert az ezerhez. Öltözzünk át szerintem Halloweenra, kezdjük azzal. Nem kapkodunk ma. A lovagi szettet le fogjuk cserélni valamire. De hogy mire? A nagy pokébontásomból a képeket láttad, mert Baxi már megnézte és kicsit fájdította a TCG szívét. Még nem volt időm az egészet, mert Telon nem adta ki normálisan, gépen meg még nem volt időm. Letöltöttem a kártyás játékot, gondolom az nem teljes változat. Igen, igen, az nem Phoenix, az arra ugye nem jön update, de kipróbálása teljesen jó, aztán utána Steamen be tudod szerezni. Gyakorlatilag én meg a Baxitól kaptam meg hozzá pokéboltos cuccot, úgyhogy lesz. Gyorsba fellépek ezt a szóra, rendben van, Coconut Mountain-on vagyunk. Szia, szia, Jordas, Fav 91, hello és hello Pati. Így van, mondtam, hogy átjövünk Twitch-re is ezt szózni, csak vártam a kellő pillanatot. Azon gondolkozok, hogy minek kéne öltözni, de végül is van nekünk ilyen múmia ruhánk. Azt annyiszor felvettük az ilyen köte. Várja, de van a tök ruha is, az is tök jó. Múmiának hova raktuk a felsőjét? A csontváz az ott van. Emlékeztek, hogy egyszer full teljes múmia voltunk. De annak van valami sapia is, nem? Dave Halloween, akkor nyilván múmia. Hát hogy a viha? Ott van, várjál, figyeld. Azzal a lendülettel, hát jó, mondjuk nem ezt a fejet gondoltam. Az annyira nem tetszett. Hát gyönyörű, valami csodás. Hello Dodo, hello, hello, hello. Így van, mindenkinek köszönöm, aki Twitch-en is bekövet, annak felolvasom a nevét nyilván, aki Twitch-en is bekövet. Majd nézd végig, meg fogom nézni, tegnapi Unite Live-et, beszélek kicsit bővebben a Palverről, az ő vélemény szerint. Rendben, meg fogom nézni, köszönöm az ajánlást, Krisz. Hát nem mondta, ja várját, a nadrágot se vettem fel, mit öltöztem át, nem is találtam meg a nadrágot. Netem megint megadja magát, ha megy a live. Hát ez szomorú, Pati. Karácsonyra már neked netet kell szereznünk. Hol a gatya? Várjál. Valahol a szép nem rendes izébe, de hol van a nadrág? Várjál. Nem. Ha valaki látja valamelyik sorban múmia nadrágot, az sikítson. Köszönöm. Igen. Azt mondja... Ez lenne? Nem, ez valami téli. Ott van! Hello, szia KR, hello, hello, hello. Amúgy szerintem nem olvasod fentebb, de Baxi tegnap meglepett egy subgift-tel a csatornáján. Ezt nem láttam. Ott van, Baxitól kaptam egy subgift-et, innen is köszi neki. Ó, de királyok vagytok. Tök király, tök király. Hello, Szabi. Délpatán laksz? Igen. Nézzük meg akkor a szokásos, hogy várják a Halloween, akkor most a sárkányt is félre tesszük. Van nekünk halloweeni állatkánk szerintem. Gyere le, sárkány. Igen. Várjál. Hol van? Mondjuk a korona, hát a korona maradhat amúgy. Úgy emlékszek, hogy mintha lenne ott a cuki fóka, de nem az kell nekünk most. Pók. A pók az elég halloweeni, mert én félek a pókoktól. Ez plüss. Itt a csontcica. Na, az például teljesen jó. És ezt szerettem volna még megnézni, hogy találok-e vajon olyan cuccokat, ami beváltható itt halloweenkor, mint ahogy nyári zsetontól kezdve minden szilszart megőriztem. Vagy nem. Na jó, csontokat igen, ezt igen, de hogy nézett ki, amiket beledobáltunk, vagy zsetonok? Azt már nem tudom. Azt majd kiderül. Hello, Amy, szép napot, amúgy szerintem, ja igen, ezt kétszer is elolvastam. Hello, Amy, milyen napod volt, hogy vagy? Na, tehát azt kezdtem el, hogy ugye benőtték a tökök az istállót, illetve, amit látok feltűnően, hogy ugye szivárog a bűz, meg ez a mérgező gáz innen, leengedtek egy koffint, illetve jött be, amivel át tudjuk színezni. Oké, gyere, aztán utána úgyis megnézzük az egész halloweeni frissítést, csak nem tudom, hogy ez most várja ez a lovak. Díszítések.
Ja, hogy így látszik, hogy mi nincs rajta. Aha, hogy látod, ott is lombosabb. Oké. Napod nem volt rossz, az jó. Hol lehetett itt a... Mert hoztak be valami olyan dolgot, csak... Tudjátok, mire gondolok, hogy átalakítani az istállót. Megjelenés cseréje? Nem. Hogy arra melyik gomb van, hogy megnézzük a Halloween-i falat például. Úgyhogy ezt ott nem tudom. Az nehéz. Szabi, közben megosztottad, hogy elindult a Star Stable Live. Köszönöm szépen. Megvan az 1000 like TikTokon. Köszi, köszi, érjük el a 2000-et is. Hát, fingom nincs, hogy melyik gomb az. Ti tudjátok, srácok? Mit szeretnél megnézni? Hát a Halloween-ra van valami falfestés ide, csak nem tudom, hogy hol tudom megnyomni. Mert ugye múltkor így berendeztük a színezést, csak nem tudom, hogy hol. Azt keresem. Többek közt, aztán megyek ki. Ablakba. Aha! Jó, hát én erre szerinted emlékszek. Na, és akkor jött valami Halloween-os? Vagy nem? A gót? Gondolom a gót. Várjál. Várjál. Aha. Aha. Jó, ez egyrészt látom, hogy ez megint ilyen SC-jevős, úgyhogy csak körbenézünk először, és nem alaki. De jól néz ki amúgy ez az ablak. Azt adom. Erre a részre, a gótba. De fura lenne ez így. Hát amúgy nem olyan rossz ez. Aha, fekete egyértelműen. Nagyon, a fekete ajtó. Úgy. Ebbe itten semmi nincs. A hang kicseréli tökökre. Ezt mondjuk tudjuk alkalmazni. Ez ilyen pókhálós. Aha. Itt nincs. Jó, hát ilyenek lennének, de nem fogok most erre egyelőre SC-t költeni külön. Nehogy ráthozom a szívról, most ha kijössz. Már hozhatod is. Hozzuk. Köszi szépen az 1500 lájkot, srácok. Köszönöm a követést, Emőke Gulyás 21, köszi, köszi. Illetve... Hogyha szeretnétek ti is egyedi emojikat vagy emótokat használni, akkor már elő tudtok TikTokon fizetni 1300 forintos tagsággal, ahol többek között ezeket használhatjátok. Ni, oda most beküldtem nektek. Na, Petra Bulliver. Ó, meg is vagy. Hello, hello. Ó, de szép ló, milyen ló ez. Karamell. Meghívlak csapatba, de az a baj, amint átmegyünk a másik részre, akkor nem tudok ráklikkelni, miért nem? Úgy is átmegyünk, úgyhogy megyünk Halloween-ozni, gyerekek. Ja, de várjál, 15-ös a lovam, bocsi, 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 kicserélem a lovat. Elfelejtettem. Tudtam, hogy valamit elfelejtek. Némítva van az írásod. Hogy? Na várjál. Azt mondja, hogy van nekünk itt olyan lovunk. Várjál, tényleg 1000 éve nem játszottam. Hogyan kell az összes lovat megtalálni? Van ez, nem? Aha. Na, és akkor van nekünk a, nem tudom, hogy a tök fjordunk az hogy áll. Bár mondjuk ezt is kihozhatjuk. Hetes. Hát messze nem edzettük túl. Messze nem. Úgyhogy akkor őt visszük. Rá kéne tenni valamit.
kérdés, hogy mit? És akkor nyeregtáska. Azt hova raktam? Így. Tökéletes. 10 perc alatt ment fel 1%-ot a frissítés. Az kemény, Pati. Hát valószínű nem mi voltunk. Sorry. Mármint, hogy nekem is itt van előttem a modis fiókom. Na srácok, akkor kezdjük el a Halloween-i frissítést. Valamelyik tök helyre el kéne menni, vagy van ehhez most megint külön? Aha. Ó, hát hogyne, várjál, vannak feladatok. Morlandre megyünk. Irány Morland. Hétvégére meg lesz, talán holnapra. Igen, igen, az erőd is, de előtte vannak kint felkiáltó jeleink. Oké, szia, szia. Jaj, az Igor is, tényleg, tényleg. Oké, akkor Morlanden nyitunk. Már repülünk is. Ahol elméletileg valahol egyből itt lesz a feladat. Egyrészt itt egy szemét. Ott a nagy varnyú! Hát na, kicsit se feltűnő. Á, többet sem. Ja, ez a fóvarjú. Üdv, lovas, elárulom, hogy mi és merre izgalmas. Áruljad. Mások reszketve elbújnak szemük teli könnyekkel, de te figyelj, vágtázó erődjének borzalmára készülj fel. Ezt tavaly szerintem nem olvastam el, úgyhogy... Menj, beszélj Kasperina nevű szellemmel, őt nyugodtan kereshetett bármilyen kérdése. Ja, de olvastam tavaly, úgyhogy még egyszer nem olvassuk végig. Oké. Okay. Amúgy ez a varnyú... Ez a varnyú kis állatként ezt adnám. Lehet, hogy már van amúgy, de... Az most senkit ne zavarjon. Ezt akartad te is pont mondani? Leolvastam. Köszi Póli a követést, köszönöm szépen. Hát én a tavalyira arra emlékszek, hogy nagyon kevés Halloween-i live-ot tartottunk. Talán ilyen 4-et vagy 5-öt. Most lehet, hogy többet fogunk. Bár ugye jön Fortnite-ba is a Halloween. Meg mindenbe. De most már azokat is majd szerintem live-olom TikTokra is. A többi játékot is, nem csak SSO-t, ezen szeretnék változtatni. Aha, át kell vinnünk valóban. A varjú nem kicsi, akkor nagy állat? Az egy nagy állat. Hunchcrow, te vagy az? Hát nagyon Hunchcrow kinézete volt, még a sapia is megvolt. Na, ott is vagyunk. Ott a gyönyörű erőd. Az erőd legyen veled. Ja nem, az egy másik film. Oké. Okay. Jó, ezen nem módosítottak semmit, tehát ezt úgy ismerjük, mint a tenyeremet. El fogunk benne tévedni el, ne hidd már, hogy ismerjük. Köszönöm a 2000 lájkot közben, nagyon serényen nyomjátok, köszi-köszi. Meg lesz itt a 10K is. Illetve ne felejtjétek el, Twitch-esek, hogy a Karaoke Live-ra be tudtok szállni csatorna pontokkal, illetve hogyha Twitch-en még nem követtetek be, akkor hajrá, hajrá. Na, valakinek már ott a szellem lufia. Ezekre a kis tökökre emlékszem, és akkor itt kell majd leadni. Ó, itt is van a Kasperina szellem. Igen, most nyilván megint körbe mutatják az egészet. Ott van, ezt kerestem én, őszi zseton, nem jutott eszembe milyen neve, köszönöm. Nyomja a dance-et. Hát ez nagyon-nagyon nyomja. Ez éjjel-nappal táncol. Jól érzi magát. Reméljük. Most a lovunk is jól érzi magát. Igen, másik felkiáltó jel az már nem itt lesz.
Mekkora lag? Nálam nincs. Pontosan ezt láttam álmomban. Igen, erre emlékszünk, Liza, tudom. Dave szeretne másra is játszani jövő héten, de Sim 3-at fogsz játszani, plusz a természet feletti világ körüli DLC-vel. Amúgy nem lenne rossz, de az a baj, sose voltam Sims-es, pedig amúgy adnám. Na már meg is találtam egyet ezekből a keresni való három szutyokból, erre emlékszem, hogy kell három valami. Úgyhogy ez megvan ilyen szempontból. Jó, mibe, hogy belépek ide és bejátszás? Ha igen, akkor kapok egy rózsát. Nem kapok. Azt hittem, hogy itt van az, hogy megjelenik a Tomzon fenn, de akkor majd, ha felérek. Benéztem, pedig már évek óta megpróbáltam mindig. Köszönöm Zoe a reklámot. Hello, hello. Ja, az egy bot. A botot nyomjátok le, modik, köszi. De azért milyen rendesen elkezdek köszönni neki, hogy hello, hello, hát hello, hello, takarodj. Pedig már örültem, hogy valaki első alkalommal és pont azt mondja, hogy én ide belesek. Ez vagyok én? Na nézzük meg, mi van itt. Mit adnak itt ingyé. Aha, a régi lovak a szarvasló. A két szarvasló. Ugyanúgy 769-be kerül. Nézzük meg a másikat. Ő is. Szellemállatkák. Ezt amúgy nem vettem. Azt hiszem. Mint itt a, úgy rémlik, hogy nem vettem. Rajta lenne a jel, ha vettem volna, nem? Ugye a baglyók, a törpe, a tök. A Luffy, meg ez. Hát a Halloween az ilyen, meg a karácsonyi update is, hogy ott elfogy az SC. Itt úgy emlékszek, hogy mintha itt bent lett volna valami, de lehet, hogy rosszul emlékszem. És hát lehet, hogy tényleg rosszul emlékszem. Gyorsabb volt valaki. Ej. Háziállatok DLC-ben még lehetne SSO szimulátor is. Amúgy tényleg. Sok lovas játék van amúgy, ami lehetne, csak azt nyilván... Egyrészt nem tudom mással játszani. Így is szegény most, aki jött velem, azt látja, hogy először körbe rohangálok. Azt nézem, hogy melyikek van. Behozták az összes eddigieket, ugye? Nagyon leegyszerűsítve. Pati volt egy gyorsabb. Uvu. Mindenki a chatre, hashtag uvu. Várjál, az csak egy bokor, gondolom. Itt hátul volt valami, emlékszem én, látod? Tavalyról egy év alatt nem felejtettem el, ez már külön GG-t érdemel. De a harmadikra akkor se tudom, hogy hol van. Jó, itt mindenki lovat néz. És akkor... Hát nyilván majd átmegyünk ugyanúgy a Jasper tökföldjéhez, a vágtázó erőd, akkor a madárijesztő. Talán itt volt valami? Nem. Azaz, uvu mindenki. Kell egy uvus emót majd. Tényleg, Pati, valamikor kénének új emótok, majd ráírok, hogy mit, meg hogyan, mert nem frissítettük tavaly óta. Ó, mi ez, halott menyasszony? Ábrán tündér, majdnem eltalálta. Én, ki mit lát bele, Déva, halott menyasszony, de amúgy meg... Ez meg mi a retek? Ábrán, azt hittem szárnyat kapunk. Hello, Anna. Jó, hát ez a tündér, ez ilyen... Várjál, alatta meg mik van? Azok régebbiek, ugye? Aha. Jó, akkor újabb még nincs. Körbenézünk. Körbenézünk mindent is. Nem hajt a tatár. Az kéne még szárny. Azaz. Ja, ez a tök volt, bocsánat. Véletlen se utánzom, nem vagyok hülye. Igen, itt vannak az új set, ilyen zöld Wednesday-es. Mutatom. Aha, rövid nadrágú, vagy szok... mondjuk a fülbe való az aranyos, csak igazából nem sok minden látszik belőle, csak ha ráközelítesz. Aha. De régen ezt szóztál? Én is így vagyok vele, hogy a live-okba szoktam, azon kívül egy picit. Van piros szett a lóra, piros fekete... Na ez már jobban, hamarabb mondanám arra, hogy tetszik. Ez mondjuk a kobak az valami borzadály. De maga a set, az tetszetős. Tetszetős, csak nagyon sok ilyesbe fáj. Ja igen, ez volt a túlvilági viselet. Itt voltak a maszkok, amin nem lepődünk meg, hogy jé, hoztak be új maszkot. Nekem az összes maszk meg volt véve egy időbe, de ezek szerint azokat betették. Pont kérdezni akartam, hogy mikorra kell az új emót. Figyelj, Halloweenra, már most.
Azért mondom, majd kitalálom, kitalálok valamit. Ők itt nagyon jót futnak. Versenyez. Nem itt volt az utolsó genyó, az a gomba. Azt nem lehet fel... Az a gomba... Ott azért minek ment volna be? Azt fel kell majd szed... Nem kell felszedni. Halloween remekbe jelentek a veteránok köztük én is. Igen, a Halloween meg a karácsony szerintem, ahol mindig visszatérnek azok is, akik már hónapok óta nem léptek be, legalábbis gondolom én. Meg hát magamból kiindulva is. Olyan 5-10 percenként megfelett 100%-ot, tényleg holnapra frissít le, így halad. No. Na várjál, ez itten... Haló? Ez új? Aha, meg a lótúrót. Nem picit zuhantam le. Az ottan lebeg? Lehet most töltik le egyszerre. Az ott mi volt amúgy? Haló? Menjünk vissza oda? Gyakorlatilag. Lehet ez csak valami bug volt amúgy. Aha, hogy így lehet normálisabban ugye átjönni és megcsinálni. Hát egyelőre annyiba kicsit csalódás, hogy ugye eddig semmi újdonságot nem láttunk, de hát lesznek még heti frissítések. Jó, mondjuk nem igaz, Dave, láttunk új ruhát, meg új nyeregszettet. Vagy lószettet. Köszönöm, Amy, a csati pontokat a Karaoke Live-hoz. Aha. Na. Okay. Szia, jég, szív, mi újság? Hogy vagy? Remélem most már picit jobban, mint legutóbb. Aha, itt még mindig semmi. Semmi kül meg vagyok. Az a lényeg, rám köszöntek, csak némítva vagyok. De nálam senki nincs némítva. Meg a Twitch-en se. Vagy izé, YouTube, vagy TikTokon se, de ha gondolod, akkor... akkor csináljátok TikTokosok egy Twitch felhasználót, és kövessetek be ott is. Ott látjátok például a csodás fejem is. Na, ezért jöttünk ide az E betűjén. Meg vagy, az a lényeg, az a lényeg. Ja, a Hypon-at az lezárodott, köszönöm szépen még egyszer fiúknak a... hogy meg újra tagok lettek, meghosszabbították, köszi, köszi. És köszönöm a követést, B. Jaj, amúgy visszarakhattam volna, csak ne elfelejtettem a halloweeni hanghatásokat, de majd következő SSO live-ra visszateszem. Ja, hogy SSO-n belül vagy tiltva, azt szed. Várod SSO-ba a karácsony? Szia, Maja. Hát alapvetően én még a két új lovat várom úgy első körbe, aztán utána... De várjál már, hova nem mentem még el? Oda? Ja, itt nem tudok kijelölni. Követem a Petrát. A Petra ott van, a Petra nevű játékos. Dave DC-re kiraktam instant... Gaming 2 eurós akcióról szóló weboldal linkjét. Rendben, rendben, rendben. Hát most Dave nem tud költekezni, úgyhogy azért is mondtam, hogy minden ajándéktagság, minden csír, minden rózsa, minden szívlejengem, akár minden korgi, minden nagyon jól jön, mert most Dave-nek nincsen költhető zseppénze jelenleg, úgyhogy most tényleg sokat számít, srácok, a támogatásotok. Na meg, hogyha YouTube-on visszanézitek a kitett tartalmakat. Azt nézem, hogy hol a fené... De ez följebb van, várjál. Ez föntről kell. Mert már annyi szó körbe mentem. És azért nem jön ki a lépés, gyerekek. De amúgy várom a karácsonyi frissítést, meg úgy önmagába a karácsony. Köszi közben, Krisz, hogy kitetted. Na várjatok. Én is 10 percig keresgettem. Jó, akkor az megnyugtat, hogy nem csak én játszottam ezt el. Igazából. Közben, hogyha van SSO-s ismerősötök, köszi, ha megosztátok a live-ot TikTokon, illetve Twitch-en is kövessetek be. Aha, na erre már annyira nem emlékszem, hogy lett ez volt tavaly.
Csak kérdezem. De lehet, hogy volt. Összedobunk neked egy kis zseppénzt. Amúgy viccen kívül tényleg. Azért mondom, hogy minden donét sokat számít. Sőt, azt is köszönöm, hogy még vannak ketten, akik aktívan TikTokon is feliratkozóim. Úgyhogy köszi, köszi. Na, ezért jöttünk ide. És most mehetünk át oda. Jó, ez a ide megyek, oda megyek, amoda megyek, ez teljesen jó. Abban az évben érettségiztél. Ja, tavaly, értem. És ezt is szerintem föntről. Vagy hát nem föntről. Szia, S, éppen el vagyok tévedve. De nem jó. Vagy de? De. Ja, visszajövünk az elejére. Ó, te jó ég. Jó, jó, hogy úgy terveztem, hogy hosszú lesz a live. Ma ilyen tempóban bénázok, akkor nagyon hosszú lesz. És most kell visszamenni közt. De túl bonyolították, srácok, akik játszottak régebben, emlékeztek, hogy mi volt. Bejöttünk az erődbe, és gyakorlatilag egyből mindent feloldott, bemutatott, stb. És csinálhattál mindent egyből. Most meg össze-vissza küldözgetnek mindenhova. Meg most mondja még csak el az üstöt, amiben amúgy szokásunk volt beleugrálni. Remélem, hogy mindenki egyszer legalább már beleugrott. És most megint lett kint egy csomó minden, mivel körben magyaráz, amit amúgy tudok, hogy mi micsoda, de nem baj, végül is kapunk érte ilyes vagy valamit, akkor már megérte. Jó napot, varnyú nőni. Szellem járt a ösvény. Azt mondjuk annyira nem szeretem. De muszáj lesz. Akkor kezdjük el. Gyerünk be. Jaj, ez a tereplovaglásos ösvény. Tyú, te. Hátok. Azt tudom, hogy itt már egy csomó mindent kellett szeregetni tavaly, meg tavaly előtt is random. Úgyhogy így fogunk körbenézni. Hoppá, az mondjuk csak sima virág. Annyiban nosztalgikus, hogy, hogy figyelem, hogy van-e valami változás. Szellemtrutymó nem lett meg. Aha. Ott a farkasok. De hol van a farka kevés, mi? Es, milyen napod volt? Majd leszek én is, most készülgetek, ugyanis lassan viszem a drágát sétára. Jó kutya sétáltatást. És itt lesz az egyik felkiáltójeles cucli. Méghozzá. Nem itt, ahol sztorizgatnak. Hanem. Ez vagy fent lesz, vagy nem. Ez feljebb van? Ez szerintem... Vagy az most ne is nézem, nem... Ja, az most bezavart csak, nem kell nézni, ugye? Vagy kell nézni? Nem hiszem. Szerintem itt a térkép az most nem a realt mutatja, ugye? Itt minden évben eltévedek, tehát nincs olyan év, hogy ezt én teljes mértékben megjegyezzem, és azt mondjam, hogy igen, emlékszem rá. Úgyhogy... Szétnézünk. Mondjuk így nehéz, hogy nem tudom, mit keresek. Na, tök jó kakaós. Hát, sikeresen körbeértem. Igen, Émi, amúgy, mert mikorra megjegyzem, addigra tényleg kiveszik. Most jó, egy hónapig bent van nyilván, de... Aha, tollacska. Az egy disznó. Disznó szellem. Én megsimogatom a disznó szellemet. Várjál, kell egy fotó. Ez tökéletesen a munkamorálomat, meg mindent úgy hoz.
Ott a malac, a lovam, az pont nem érdekli, hogy mi van velem. Aha, így lehet disznót simogatni. Szellem disznót simogattam. Ez azért nem mindennapos. És egyébként meg ezeket meg lehetett volna már csinálnom eddig is a lovon. Igen. Nem hoztam kaját neki. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. És közös pillanat, meg még nincs. Na, Petra megtalált, ő ügyesebben tájékozódik, mint én. Követlek, Petra! Lehet, hogy hamarabb megtalálom, amiket itt kell. Szerinted nem? Akkor random megyek, és gyere nyugodtan. Semmi baj. Igazából nem tudom, hogy ide hoztak-e be új megszerezhető dolgot, mert ugye ott valami rituális lóáldozás van. Nézd oda. Mentek innen? Oh, igen. Nem engedtem a szellemlovat feláldozni. Az is ló, még ha szellem is. Ott meg egy szellemszekér. Nem, annyi a baj vele, Émi, hogy itt nincsen térképünk, és hogy túl nagy a terület ahhoz képest. Lehet nyuszit és cicát készíteni. Készíteni. Hol? Vagy hogy érted? Ja, hogy azokat lehet kivenni, értem. Azok újak? Na várjál, ott is ott egy toll. Ide hallom a hangját. Köszönöm szépen Ice Blue Bird a 3 rózsát. Ott is ott van egy toll. Bár nem hiszem, hogy az eredeti Ice Blue Bird, mert meglepődnék egy SSO live-on, bár ki tudja, attól független. Bár még ha az Andi lenne, azt elhiszem, mert ő szokott jönni live-ba, de ezt mindig el szoktam mondani, hogy ne használjuk másnak a nevét, meg a személy azonosságát. Ugye Zoé, tehát azért mondom, hogy hamarabb látnám az Ice Blue Bird-et egy másik live-onba, mint ebbe. Tehát mondjuk tény, hogy meglepő lehet Twitch-en, meg mindenhol is, de attól függetlenül köszönöm szépen a 3 rózsát. Na, és köszönöm a követést, Kinnus, neked is. Közben én itt bolyongok, és keresem, hogy merre van az arra, de így gyakorlatilag nem találom. 30.400 követője van. Ezt én nem tudtam így megnézni. Valóban? Hát mert akkor ezzel most jobban meglepődtem, mint hogyha a frászt hozták volna rám. Hát mondjuk, annyit azért nehéz összeszedni. Akkor meg thank you very much, csak meg vagyok lepve. Tehát azért mondom, hogy annyi fajta játékkal játszok, gyerekek, és nagyon meglepődnék, hogyha úgymond ismert nagyobb streamerek pont ezt csípnék el. De hát attól függetlenül vannak akkor meglepetések. Már megint a disznónál vagyunk? Körbe-körbe mentem. Én is, Petra, ne aggódjál. Ne aggódjál. Úgyhogy megyünk akkor másfelé. Ú, mennyi videót néztem én régebben az Ice Blue Bird-től amúgy. Meg utána is, nem olyan régen is, csak részleteket. Ja, értem. Nem, Andi másokkal játszik. Teljesen más live-okból ismer engem, meg ilyenek, úgyhogy azért mondom, hogy nem, SSO-t azt nem, de mondom, meglepődtem volna, hogyha Bence játszik SSO-n, mondjuk mondom, én is szoktam, de így már összeállt, hogy igen.
hogy veled van a Bence, és te játszol vele, így már összeállt a kép. Jó, akkor üzenem, hogy tényleg köszönöm, csak meglepődtem. Kedves gesztus, mindig jól esik. Hello, apró pénz, de rég láttalak téged is. Azt hittem, csak én játszok ezzel a játék a fiúlétemre. Nem, nem. Az én nézőim között kapásból vagy 15 fiút tudok, aki játsza. Na, majd bekövetem Bencét TikTokon is, már azt hiszem csak YouTube-on követem, meg Instán. Hello, Marci. Üdvözletem. De most már lassan meg kéne találni a kijáratot, mert nagyon jó elolvasgatok, csak nem találom. Menjek vissza. Az a menjek vissza, ez mint hogyha egy labirintus kellős közepén sétálnánk, és így azt mondanád, fordulj meg! És, de merre? Merre van a fordulj meg? Köszönöm szépen, és a szívlej engemet, köszi. Jaj, hát arra szakadék van. Február 14-én fog jönni a Tomb Raider 4-6 remastered, addig ki kell vinni az első háromat, Émi. Mondjuk jól haladunk az elsővel. Oda gyere, ahol én vagyok. De hát nincsen map, de megkereslek, megtalállak még. Köszönöm szépen, Lindus, köszönöm szépen. Nektek is szép délután. Már megint itt vagyok középütt a tábor tűzné. Szememberig, forró tűzék. És valamerre el kéne mennem. Igen, de ez leginkább Minecraft-tal való játszással lett híres föl. Igen, tudom, hogy nagyon sok Minecraftot játszott, de én utána az indie gémeket is néztem tőle. Én sose voltam Minecraftos, ez nem titok. 12.000 forint lesz, hát akkor még jó sok rózsa kell. Mire én abból bármit megvegy? Viccelek csak. Na, ezt nem is tudtam, apró pénz, hogy te is játszol, és te Coconut Mountain szerveren vagy, mint én. Na, azt hiszem találtam egy új utat, mert erre még nem voltunk. Azt hiszem meg vagyunk. Vagyis hát gondolom. Aztán majd mindjárt pofára esek. Ja, mutatja, hogy ott vagy. Én hagyjad, hülye vagyok. Néha. Hosszú volt a tegnap, én még reggel dolgoztam 7 órakor, jó? Utána jöttem haza. Hosszú napom volt nagyon tegnap, és megterhelő, és nem mondhatni, hogy kipihentem magam annyira. De ezek mind csak kifogások, amiket szeretek használni. Na, itt vagyunk. Megvagy. Te vagy a fogók. Ha, mehetünk tovább. Jaj, fekete vonat. Megyek utánad. Várjál. Így. Persze, hogy fejjel a fának. Megyek. Értettem. Azt mondja, gyere, azt eltűnt. Jó, tudom, hogy erre mentél. De ha nem. És tényleg nem erre jött, beszarsz. Köszi szépen ezt a csati pontokat. Öcsém. Jól van, na! A Zoe Sweet Garden-nel szoktam összejátszani úgy, hogy őt tudom követni. De az egy másik Petra, és őt tudom követni. Petrák közt is különbséget teszek. Bocsánat. Itt vagyok. Ja, hogy egy rohadt kis lukon kell átmenni a sötétbe köd közepén. Értettem, jó? A szűk lyukakról nekem más jut eszembe, de ott nincsen köd. Aha. Bius, úristen, 2 éve nem játszottam ezt a szóval, de úgy imádom, megéri vele játszani. Alapvetően a fő történetben nagyon sokat haladtak, bent van a 4 Dark Rider, én azt a szálat nagyon szeretem, nekem nagyon Harry Potteres feelingje volt sok-sok küldetésnek, úgyhogy én szeretem, de attól független más, nagyon sok mindennel játszok. De az a két része, a fő történet, meg minden, azt nagyon szeretem. 30%-on van a Karaoke Live, hajrá, köszi apró pénz neked is. Úgyhogy igen, és amúgy szia Bius, hello. Na, és akkor innen már csak gondolom lefele nézelődünk, meg ilyenek. Közben aki még nem követett Twitch-en, srácok, elértük a 200-at, tényleg meg is akartam köszönni Sienna Eagle Streetnek a követést, ő lett a 200. követőnk Twitch-en, most pedig hajtunk a 250-re.
Az a következő cél. 1 millió követőt is megérdemelnétek. Nagyon kedves tőled, de én már 10 000-nek és a 100 000-nek is örülnék, bár a 10 000 már megvan TikTokon, ott a 100 000 nyilván a cél. De előtte jó a 20 is. Ne kapkodjunk annyira. Picit ráfügtem éjjel a Fortnite-ra, a level 16-ról 34-re felhúztam. Az igen, holnap jön a Fortnite mész, csak mondom, hogy módosítás lesz a live menetlenben, holnap fortizunk. Eltolták máról, én azért nem írtam azt mára. Most már a nagy cicát, kígyót, akármit kell megtalálni, mielőtt átmenekülünk és kint vagyunk. Nem csináltam meg az összes küldit, nem baj. Most már erre van, most már megtaláltam, itt még nem voltunk, nézd. Aha, itt még nem voltunk, és ott egy csont. De valamihez van térkép is, ha jól emlékszem, Krisztina vagy valaki kitette DC-n. Ez pók lesz, bakker vagy kígyó? Pók! Jó, ez amúgy cuki pók, csak én alapból nem szeretem a pókokat. Semmibe! Tehát aki látta a Hogwarts Legacy-t, hogy ott a póktól hogy bekakkantok, nem, nem akarok. Lehet, hogy arachnofóbiám van, de tényleg nem szeretem a pókokat. Úgy, mint a Ron Weasley, én is ezt mondom, miért nem lehetnek cuki pillangók? Az mennyivel szebb lenne? Adom. De jó, ez még nem ijesztő. A Hogwarts Legacy az nagyon ijesztő, és az bánt is. Ott a nagy varnyú. Na mi van, te genyópók, hogy száradna le a lába? Mi? Nem. Úgyhogy holnap... Forti lesz, az biztos. Ide most csontoké be tudnánk váltani, de hát nem hiszem, hogy kell. Nem csináltam meg az összes küldet, van még idő. Azért mondom, hogy ez az aranyosabb fajta, de azért ilyen nagyban nem jó. A hogvácos pók hol aranyos? Tudod mi aranyos? Én, amikor alszom. Jaj! Kis gülű szemű. Köszönöm szépen, Soma Bendegú. Ja, csak csatlakozott. Azt hittem, hogy bekövetett. Bocsánatot kérek. Már megzavart a TikTok. Igen, gyönyörűen nem vettem föl, mondjuk nem mintha nagyon szükségem lenne a muhára. És akkor úgy, gyakorlatilag itt ezzel meg is vagyunk. Igen, ez az ösvény tavaly is azért nem szerettem, mert nagyon el lehet tévedni. Hosszú idő, amíg itt elbotorkálsz. És annyira, hát mondjuk a két kis állat az önmagában nem rossz. Dikapók, azaz. Aranyos, hogy mikor alszol, annyit hallunk, hogy nagy horkolás. Jó, mondjuk tény, hogy szoktam olyat. Én ma egy nagy antilopos nyulat kaptam az ösvényen. Antilopos nyulat? Eszeszóról beszélsz? Na, Pati, akkor te is fel tudsz jönni? Ez az. Én is ezen gondolok, hogy hogy néz ki egy antilop meg a nyuszika egybe. Az úgy olyan... Hogyan? Ja, ott szarvas... Szarvas szarvú nyúl. Köszönjük. Csodálatos leírást kaptunk. Nem baj, legalább kapjuk a coinokat. Úgy. Meg mondjuk low XP-be se volt ez rossz. Ez az. Közös pillanat. Nagyon cool. Nyúltilop. Az. Na menjünk akkor... Tökölni? De ahhoz ki kell menni az erődből, mi? Jó, hát a tökvadászat is valamikor kell, hogy megcsináljuk. Az érdekel, hogy mit hoztak be megszerezhető cuccnak. Ginácska, köszönöm szépen a követést. Na, Zsanett is itt van. Vagy hát lehet, hogy ő csak a kapuba jött, és azt se tudja, hogy én ki a szar vagyok, de hát ez már harmadlagos dolog. Antilop, nyuszi elmezbe. Émi nyerte meg fejtéssel, és akkor induljunk ki innen. Eltévedtél? Én kijutottam. Neked is szívecske. Hogyha a szívecskét látni szeretnéd, Ginácska, Twitchen, hogyha bekövetsz, ingyenesen tudsz regisztrálni, akkor ott vissza tudod majd nézni, illetve YouTube-on is VOD formátumban fenn lesz majd a live, de kövessetek be Twitchen, YouTube-on és itt TikTokon is, és akkor nem maradtok le. Köszi. Amúgy nyúltilop, erről én még nagyon nem hallottam, és köszönöm szépen már a 2600 lájkot, illetve az összes megosztást. És milyen napotok van most érkezők? Pam pam pam, parara. Igen, Jaspernek a... Jó.
Majdnem azt mondtam, hogy Jaspernek minden évben látjuk a tökét, de rájöttem, hogy igazából a tök földjén levő sütőtököket látjuk, úgyhogy haló, haló, hello Imre. Megvan a nyúltilop neked is? De azt mire felkaptuk amúgy es? Igen, ilyenkor Jasper összeveszik a gonosz tökkel. Megkérem AI-t, AI-t alkosson egy nyúltilopot. Hajrá, Émi, majd kérem a képeket. Kérem a képet. Öreg Jasper bácsi, jó napot kívánok! Idén is jöttem, mert eltelt egy újabb év, hogy én itt látogattalak. Azóta szívod azt a pipát, nem tesz jót az egészségednek, hidd el, hogy káros, majd én legyőzöm a tököket, mint minden évben. Tudom, tudom a szokásos. Vissza kell hozni a három kis tököt. Ott van, gyanúsan látom, hogy ott van. Mondjuk a kis tökkereséses dolgot szerettem benne, mert lehetett különleges rimodár és tököket szerezni, amik jól néztek ki, de gyakorlatilag utána meg már annyit kellett volna kockolni vele, hogy azért nem volt, na várjál, ott lapul, én látom, hogy te vagy, te gaz, megvagy. Megvan mind a három kis gazfickó, akkor utána oda viszik az apjához, anyjához, nem bírom eldönteni, hogy apja vagy anyja, és ilyenkor lehetett azt játszani, hogy amíg fő a feje, addig én összement. Hát akkor semmit nem lehetett játszani. Jasper tökét mindig látjuk. De hát igen. Minden évben legalább egyszer. És akkor itt lehet a tökvadászat elkezdődött részét elindítani. Én átváltottam munkatársaknál és nyomtam egy kis PSV-t, csapkodtam. Ezt ma szeretném magyarul. Szeretnél magyarul is, Imre, hogy értsem, hogy mi lesz? A nyúltilopot? De azt utána majd mondjad már, Pati, hogy hol kell, én is akarok nyúltilopot. Exotikus nyúltilopot. Vagy arra van egy küldetés amúgy? Hát mit tudom én, nézzük meg, hogy mit adnak itt ingyen. Ja, közben amúgy YouTube-on is tudtok támogatni, szuper... De... Nem tudtok, mert nem megy a live YouTube-on! Dévés a lefagyási reflex pillanat. A megszokás. Szóval, Twitch-en tudtok támogatni csírekkel, illetve ajándéktagsággal, és TikTokon tagsággal, és bármi nemű ajándékkal. Hát nem is megy YouTube-on a live. Ez öngól volt, Dév. Igen, és akkor várjál, itt most csak leírja, hogy hogy lehet megszerezni ezeket, de hogy hol van, hogy mit kapunk jutalmul. Ja, szellemi át a terepösvényen van a nyúltilop, és meg lehet találni, és megkapod kis állatba? Visszamegyek, esküszöm oda majd. Mert most ez a tököz cucc, ez nekem most azért nem adott így pluszt, mert hát nem látom, hogy mit lehet kiváltani. Nem. Na várják, hogy keressük meg. Egyrészt amúgy van valami zöld. Másrészt nyilván visszamegyünk itt. Ugye, mikor reflexként mondod, ugye? Na, meg fogjuk nézni a nyúltilopot. Mindenképp. Most ide kellett ugye visszahozni. Hát amúgy rohadtul nem. Nem kellett visszahozni. Na jó, akkor majd utána visszamegyünk a tökfölre. Ezt nem szeretem egyedül a Halloween-i update-ba, hogy össze-visszaság van és szétszórtság. Nem tudom, hogy mi hol van. Mert ezt most felveszem. Igen. És akkor most ilyenkor kell visszaugranunk? Random edge vagy mi kergett téged átjárósnál, nekem nyulat dobott be. Ja, hogy az volt az a nyulas a gancsos, értem. De hogy itt gyakorlatilag egyébként most mit kell csinálni a tökkereséssel, ezt esküszöm nem tudom. Halloween-i lovak hol találhatóak? Hát a Star Stable online eldugott, nem közzétett fájljai között, kedves filmek ezerrel, mert 2 hét múlva jön be az új Halloween-i ló, ha az újat kérdezed, a régiek, azok pedig ott találhatóak az erődben. Igaz, nem írtad, hogy az újak, de én reflexből arra gondoltam. Nagyon szívesen. Viszont én nem annyira zavar, hol a retekben van az a felkiáltó jel, ami zöld. Ott van a térképen, pont kitakarja a fejem, ti nem látjátok, illetve de TikTokosok látják. Hello, hello, Siena Eagle Street. Na,
És csak egy lovas, Lili, sziasztok! Köszi, hogyha nyomtok egy kis lájkot és megosszátok SSO-s ismerőseitekkel, barátaitokkal a live-ot. Megyünk Twitch-en is, úgyhogy aki még Twitch-en nem követett be, azt tegye meg. Úgy, mint Sienna Eagle Street, aki a 200. követőnk volt, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer neked is, a mai live-ban megköszöntem, mert mindig megszoktam. Sanyela, Kapibara, köszönöm a követést, de jó neved van. De hova lett most ott? Most azért mondom, hogy ilyen össze-vissza csapongunk, nekem kellene egy ilyen, hogy pontról pontra hova megyünk, megcsináljuk, és nem össze-vissza ugrálunk. Imre, köszönöm a Karaoke Live-hoz a csatorna pontokat. Többek közt azért is érdemes, srácok, hogyha a Twitch-re is jöttök, mert Karaoke Live-ra tudtok szavazni ingyen pontokat felhasználva. Hogyha összegyűlik, akkor lesz. A Ford Lions, nem ismerem. Alap, és köszönöm, hogy bejöttél múltkor hozzám. Ne viccelj, azóta megsúgom, hogy múltkor is ott voltam a live-odba, tegnap. Csak nem mentem bele, csak kintről néztem, mert nem szerettem volna, hogy rólam szóljon a live, úgyhogy néztem egy picit. Úgyhogy stalkoltam, úgyhogy figyeltem. A Dave figyel, ezt ne felejtsd. Soha ne feledd el. Szegényre ráhozom a frászt. Nem, amúgy nagyon cuki volt, amit kitettél TikTok sztoriba. Azt utólagos engedelmeddel lementettem magamnak. Nem teszem közzé, csak magamnak. Aha, itt van, amit kerestem. Ajjajjajjajjajj, fekete vonat. Nem tudom, mi jár ez a hype vonat miatt járt az eszembe. Aha, és akkor még itt is van valami, várjál. Itt se voltunk. Kalandjáték. Ja, ez a szellemes, ez a Pac-Man-es, ezt szerettem. Azért ijesztő mindenkit is szemmel tartasz, ugye? De azért, mert én vagyok a jó tündér. Szakállas, kövér, de jó tündér. Nézd meg! Halló! Halló! Mit csinál? Mit csinál? Nem száll le a lóról. Na azért! Kicsi bug volt, egy pici-pici. Semmi gond, jól esik, hogy ilyen kis senki. Ne hívd magad kis senkinek! Jusson eszedbe, hogy én is voltam 2-3 feliratkozós videós is. Meg 10 követős videós is. Úgyhogy... Én sok sikert kívánok neked, hogyha örömödet leled a live-okba és streamekbe, akkor nagyon sok sikert kívánok, meg sok követőt, ne viccelj. Emlékszek, sőt, arra is emlékszek, hogy ilyen 156 követőnél tökre megálltunk, és utána kezdett el beindulni. Érted, tökre? Hello, Vini, tökre? Nem. Ezt tudom, hogy lehetne más kamera nézetbe is, ahol lehet, hogy izgalmasabb egy picit, mert egyből neki megyek a falnak. Jaj, mami! Egy kicsit így izgalmasabb, igen. Jó, és ezeket a zöld szilánkokat kellett gyűjteni! Aztán meghalunk. Na jó, nem. Én pár napja kezdtem el a játékot, nagyon szeretem! Szia Letta, jó játékot hozzá. Én nagyon rég kezdtem, de én is kedvelem. Megpróbálom akkor, várjál, most elvittek a... Dévet bezárták a kamrába. Egy túszul ejtettek, ki kell mentenetek egy rózsával, vagy egy szívlelj engem, mert nem annék is kiengedett a játék. Igen, a tök az azért jó, mert ilyenkor a szellem nem bánt. Mit táncolsz, örömöd be? Ja, hogy ez amúgy időre megy, arra már viszont nem emlékeztem. Azért ezt bírtam, hogy ma megkérdezték, hogy várom el a karácsonyi frissítés, lényegében nem az van. De amúgy várom, mert szerettem. Azt nézem, hogy merre kéne még menni. Még lehet, hogy nem ártana most egy kameraváltás. Aha, ott elhagytam. Kettőt. Ja, egyik részem meg még nem is voltam. Pam 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 pam. Húgy. Aha.
Mindjárt olvasok, srácok, csetet, csak eközben nagyon néznem kell, hogy hol vannak a minitökök. Köszönöm szépen, Sienna, a rózsát. Köszi, köszi, nem is tudom mennyit, 66-ot állítottam be, 14 megvan, illetve mindig szoktam mondani, most, hogy aktívan visszatérünk TikTokra, most már többször fogom újra mondani, hogy szívlelj engemmel a csapat részeként tudtok támogatni, minden live-ba be tudtok dobni egy szívlelj engemet, az egy coinba kerül, és akkor növeljük a csapat összmunkát, mert most elhatároztam, hogy úgy fogok live-olni, hogy a Twitch, illetve TikTok is együtt megpróbálja. Kitty Kerekes, köszönöm szépen a szívlelj engemet, látod, köszi, köszi. Hol hagytuk el a tököt? Várjál, ott jön a szellem, de nem tudom, hogy kell elforduljak, várjál. Tudtam, hogy elkap. Na mindegy, olvasunk. Semmi gond, jól esik, igen, ezt olvastam. Köszönöm, viszont kívánom, nagyon jó, amit csinálsz, régóta követem munkásságotokat. Köszönjük szépen. Akkor gondolom láttad YouTube-on a svédességek kóstolós videót is, az például, ugye ott Jana is szerepelt, azt nagyon szeretük. Mi nincs meg? Hát nem meg... Ja, fent! Ó, shit! Nem láttam fent. Ó, jaj, jaj, jaj. Tudtam, hogy valamit kihagytam. Kettő darab tök. Egy tök, két tök. Gyűjtök. De ne arra menjé! Menekülünk a szellem elől, úgy. Amúgy valamikor Pac-Man-t is live-olni kéne, van Pac-Man-em. Így. És ki is jutottunk. Hát nem mondhatni, hogy időrekordot hajtottunk végre, de megvan. Mondanám, hogy mit csináltál az előbb? Le vagy fotózva a 4K-ba én? Vagy kicsoda? Amúgy most már nagyon gondolkozom azon, hogy csinálok. Drágaságnak külön... valamit, azt pont nem látom es, várjál, arrébb kell húznom a kacsetet. Instát, jaj, a kutyának? Az is egy opció. Ez most pont olyan Scooby-Doo jelenet lenne, szellemmenekülés. És tényleg amúgy, mint abban, amik voltak. Itt vagyok, lesek, közben takarítok. Oké, oké, jó takarítást. Valamelyik nap mondta nekem egy csaj, hogyha megkérdezi az embereket, hogy ismernek-e engem, 70% igen. Ez tök jó. Ja, hogy ezt még egyszer meg lehetne, de... Csináljuk meg gyorsabban? Akarjátok? Igen! Na, de senki nem akarja, de... Jó, mondjuk lehet érte kapni izét, úgyhogy de... Most megcsináljuk gyorsan, nem eltökölve, jó? Már megijedtem, hogy 6 óra van, de annyi időt nem bénáztam. Igen, igen, ismerem Szilut. Mikor mentem ki Svédországba, akkor például beszélgettem is vele egy picit múltkor. De még a svédországos videó az még csúszik egyedül, csak a svédességek első rész van fent YouTube-on. Nagyon durva élmény volt amúgy, hogy hasonlított az SSO-hoz, de hát nyilván magukból mintázzák a dolgokat. Stockholmba voltunk kint nyár végén. Hát az már mondjuk ősszel volt, szeptember, de... De nagyon jó élmény volt. Aha. Azt nézem, hogy vajon visszafordul a szellem, ha én itt elkezdek nagyon jönni. Hova lett? Ja nem, ment tovább, oké. Okay. Sőt, amúgy, hogyha beírod YouTube-ra, hogy Mongufta Family Szillu, akkor közös videót is fog kidobni. Nem reklám. Mármint, hogy saját magamnak igen, de azért van, hogy őt is követem. Természetesen. Azt nézem, hogy... Ha arra lemegyek,
Jó, most egyértelműen jobban teljesítünk, mint első neki futásra. És megint fönt hagytam kettőt, erre ki kell valahogy taktikázni, hogy ne maradjanak el. Ilyenkor kell a második telefon. Hogy? Ja, hogy egyszerre több minden nézel? Várjál, ott mindjárt felmegyünk. De pont oda fog érni a szellem is, az nem jó nekünk. Aha. Viszont valahol ott hagytam egy csomó tököt, mert 62 per 80. Valami nem jó. Köszönöm a 3000 lájkot, srácok, TikTokon. Köszi. De melyik részén hagytam el annyit, te jó ég? Mert itt volt egy. Muszáj átváltani a másik módba. Ja, hogy nem látom a fától az erdőt. Aha. Bakker! Zöld szellem, ne fordulj meg, kérlek! Értem. Ez necces. Köszi Chris PC a Karaoke Live-hoz való csati pontokat. Aha. Az imádom, hogy semmit nem fogunk megtalálni. Ezt a küldit szereted a Halloween-ba? Közben neked is mondom, Sienna, hogyha te is szeretnéd, hogy legyen majd karaoke és live, hogyha egy pillanatra átlépsz Twitchre, és csatorna pontjaid vannak, azt be tudod nyomni, akkor hozzá tudsz járulni, az teljesen ingyenes, arra kapod, hogyha nézed a live-ot Twitchen, vagy hogyha esetleg tag leszel, vagy ajándéktagságot kapsz, akkor dupla annyi csatorna pontot tudsz gyűjteni, csak hogy tudd, hogy mi az. Mármint, hogy én alapból nem tudtam, nem úgy értem, hogy lehet, hogy te nem tudod, csak én nekem ez új volt. Ja, ez a küldit, amit imádsz. Hát én meg azt nem tudom, hogy miért nem találok egy darab tököt se. Három darab hiányzik. Ajjajjaj, de majd melyik részén? Ebből lehet, hogy börtön lesz, mert sehol nem látok tököt. Valami kicsi eldugott részen kell legyen. Ja, ott jelzi, hogy arra. Aha. Aha, vagy ez nem azt jelzi, ez a kis zöld. Ja, bejöttem önként a börtönbe. Ja, jó, rendben. Hát hallod? Jó, én nem tudom, hogy hol van. Ott lent. Hol vagyunk? Megtaláltam. Ott van egy, de hol a másik kettő? Ti látjátok? Most tényleg, hogyha úgy van, akkor szóljatok, hogy ki látja, ki nem. Mert én esküszöm, nem látom. Mondtam, hogy mennyivel profibbak leszünk. Hali Adé, Adél, bal felső sarok? Tényleg ott van egy. Köszönöm, milyen napod volt? Fent a sarokba, köszi, neked is kinnus, köszi. Meg a jobba is. Tényleg ott van egy, jó, annyira picike, hogy nem láttam. Jó, na, ott fal van, úgy látszik. Imádom, hogy nem látok az írástól, köszi. Ez így nagyon jó volt. Azért lenne még mit finomítani itt. Nagyon jó, meg vagyunk. Mehetünk kifelé. Ott jön pont a szellem, elkap vagy nem kap? Hát nyilván, hogy nem. Oké. Oké. Hagyjál már békén, csak bocsánat, kaptam egy üzenetet.
Igen. Nagyon jó, ez meg lett. Még nem voltunk ma Tomzonnál. Mozgalmas napom volt. Ma voltam Budapesten az osztálya. Osztekebb, nem szólsz, hogy itt vagy Budapestben vagyok, én meg dolgoztam, úgyhogy utána jöttem haza. Na és hogy tetszett Budapest? Mesélj. Nyugi dévén 3 perc alatt szenvedtem össze. Jól van, Pati. A szellemtrutymód hol lehet megtalálni? Mert az még mindig hiányzik. Hallod? Akadj még be valamibe, kérlek. Amúgy a... Mert valamelyik azt tudom, hogy itt volt. Tökhöz még vissza kell menni, a Tomzonos madárijesztős jön. A robotpacit várod? Hogy a viharban? De nekem amúgy jobban tetszik a robotnál a másik, a körhintás. Na, madárijesztő verseny, évek óta nem csináltuk, itt az ideje, hogy megtoljuk. Jó volt, épületeket nézegettünk, mert egy tanulmányi kirándulás volt, utána egy órás szabad program, és mit csináltatok a szabad programban? Te se találod a trutyit? Nem! Pedig emlékszem, hogy valamelyik kint volt, valamelyik valami istállóba vagy mögötte, vagy az egyik ilyen vásárlós helynél, és nem találtam meg, de majd mindjárt megnézzük újra. Szerintem az van mindig, az van legjobban eldugva. Ez meg ugye tavaly óta ilyen, előtte nem ilyen volt a madárijesztő dom, csak mondom, nem ilyen, itt nem volt ilyen fa. Csak fel kellett jönni, megfordulni és lemenni, ezt azért módosították, ennek annó örültem. És akkor így. Hogy ezen legalább fejlesztettek x év alatt. Hello, Star Stable magyarul! Szia! Hogy vagy? Vártalak már, mert első SSO Live Twitch-en. Aztán meglátjuk. Meg mellette ugye nyilván futunk TikTokon is, de most már szeretnélek majd hozzászoktatni titeket, hogy legtöbb esetben Twitch-en és TikTokon is egyszerre fogom nyomatni, és botként megy YouTube-ra. Au. Milyen napod volt, Star Stable magyarul? Mesélj, hogy vagy? Au! Jó, jó, megvagyunk. Gyűnnek a banyák! Én meg azt mondom, hogy banyák. Au! Meg a madarak. Na azok se voltak régen, csak mondom. Az újaknak meg minden új, azoknak jó. Aki most kezdi gyerekek a Star Stable-t, annak annyival könnyebb és jobb dolga van, mármint hogy mennyi mindent csinálhat. Nem nehéz két csetet nézni? Nem, mert szerencsére nem egyszerre írtok mind a kettőn, vagy még nem pörög annyira. Júj! Bele fogsz rázódni. Háromat nem bírnám, mert beszélgettünk, hogy lehetne egyszerre három platform, egyrészt nem bírná a gép, másrészt az már összefolyna nagyon, hogy mit olvasok, meg mit látok, meg hogy. Aztán ki tudja, kapok egy raidet, akkor lehet, hogy hirtelen sok lesz a Twitch-re, majd meglátjuk. Vagy ha bekerülünk a forjúba és hirtelen sokan írnak, az is elő szokott fordulni. Köszi szépen a 3300 lájkot, srácok, mindjárt 4000, ügyesek vagytok. Leültünk Vörösmarty téren, én meg pár barátom beszélgettünk. Na, hát ez jó. Mondjuk Vörösmartyn pont alig voltam valahányszor. És akkor most a legjobb, hogy mindent meg lehet ismételni, mert először csak megtanítja, utána meg csináld újra. Színezd újra a szemedet, ha kifakul, ne csinálj olyat. Szia Zsuzsi, hello, szép délutánt, hogy vagy? Köszi, jól vagyok, a napom is jó volt, ma sokat eszeszóztam, 2-3 órát, nagyon tetszik a Halloween, örülök neki. Örülök. Annyira jó, hogy elkezdődött felpörögni TikTokon is az SSO Live. Hát az már nagyot ment a nyáron is, képzeld, mert nyáron volt olyan, hogy For You-ba voltunk, és 89 aktív néző volt csak TikTokon, közben YouTube-on vagy 30, és akkor így ütöttük a 100-at, az egy olyan live-unk volt, de kétszer voltunk nagyon For You-ba, és ilyen 70-80 követővel lett több a live után, meg minden, azt nagyon-nagyon éltem, meg ott kaptam azt hiszem Korgit is közbe,
Úgyhogy van, amikor nagyon felkapja, de ennek ellenkezője volt olyan SSO Live is nyáron TikTokon, hogy hatan voltunk kb, és se For You, se semmi, tehát hogy nagyon lutri, hogy éppen mi tetszik neki. For You a live-ja, te onnan jöttél, Zsuzsi, köszönöm szépen. Vagy Zsezsi, bocsánat, bocsáss meg, hogy félreolvastam, bocsi, hogy lezsuzsisztalak, elnézést kérem. Köszönöm szépen a megosztást, Csenge. Mindenkinek köszönöm természetesen, ha megosztja a live-ot, hogyha a Rózsa élő célhoz hozzájárul azt is, vagy hogyha egy szívlej engemmel szeretne támogatni, azt is ezerszer köszönöm. Illetve srácok, aki még Twitch-en nem követett be, vagy YouTube-on, írja majd be, hogy Mongufta Family a live után, vagy akár közben, és ott is nyomjatok egy követést, köszi, köszi. Mint ahogy most tette Ava, köszönöm szépen, Ava Cloud Rider a követést, köszi. Hello! Te nem az az Ava vagy, aki régóta nézőm YouTube-on, hanem gondolom egy másik Ava. Bocsánat, hogy így kérdezem, csak volt egy Ava nézőm, aki elég sokszor volt live-okba. De ha nem, az se baj, mert én örülök az új nézőknek is, lehet beszélgetni, kérdezni, stb. Stb. Együtt játszani, különböző játékok. Ugye én nagyon sok játékkal játszom, bár mostanában ráfügtem a szimulátoros játékokra, meg a Fortnite-ra, meg mellette az SSO is megvan, meg minden. Másik vagy, semmi gond, örülök neked. Szép délutánt. Na ez is megvolt, még sincs este, és mellette a lovam is szintelt. Assassin? Egyszer próbálkoztam, de nem annyira fogott meg, mert túl nyílt világú. Jelenleg most a Tomb Raider Remastered az egyik, ami megy. A másik az ilyen mese jellegű játék, hogy egy könyvbe vagy, és ki tudsz jönni a könyvből, meg hasonlók. Illetve mi az, srácok, súgjatok már nekem. A Life is Strange Remastered-et toljuk. Jelenleg az ötödik rész fog majd jönni valamikor. És emellett vannak egyéb játékaink is, de hogy így a mi sztoris az most ezek, amik éppen futnak. Viszont amivel mostanában játszott, amit mondtam neked, Zoe, hogy a VR meg Nessa is játszott vele, az horror game, az amúgy gondolkoztam, hogy a horror hétre jó lenne. Until Dawn Remake, Remastered, mert szoktunk minden évben tartani horror hetet, ugye Halloween hetén, olyankor mind az összes nap, amikor live-olok, különböző minden napra másik horror játékkal játszunk, de ebbe benne van nyilván a Fortnite Fortnite-mért, és az SSO Halloween-ja is, de például tavaly volt, amikor nem szabadott hangosan beszélni vagy megijedni, mert akkor egyből meghaltál játék, annak nem tudom mi volt a címe, akkor volt az LMV-k, előtte volt a Pumpkin Jack másik évben, nyilván voltak a Phasmophobia, Dead by Daylight, nem tudom mi volt még tavaly, srácok. De nagyon jó, hogy így mindig találunk valamit, most például Resident Evil lesz az egyik, azt már leszpoilerezem nektek. Rendben, köszönöm, hogy itt voltál, kakajó, szia, szia. Azt nagyon ki akarom próbálni a Tomb Raider-t, képzeld el, hogy most Epiken 5000 forint körülre le van árazva, egyébként meg ugye 10000 valamennyi, én ilyen 7800-é vettem kb. Vagy 8200-é, nem tudom. És most a Tomb Raider első részének a remasteredből már majdnem a felénél túl vagyunk, sőt a felén túl vagyunk, de hogy már elég szépen haladunk, úgyhogy azt is fogjuk tolni, csak jövő héten nem tudok sokat live-olni. De utána levő héten igen. Tehát nekem mostanában nagyon úgy hozza az élet, hogy nagyon sok felnőtt, idézőjelesen felnőtt ügyeket kell intézzek, tényleg, és emiatt majdnem mindig úgy van, hogy egy hét nagyon aktív, egy héten meg alig van live-om, azért visszamegyek, azt nem fogom otthagyni. De addig is mindig teszek ki vodokat, vagy új videót, most például lesz majd kindertojásbontás, meg az Abosi Barninak az üdítő italának a kóstolós videója is majd érkezik TikTokra. Meg ilyesmi, tehát hogy van rengeteg tartalék, meg például majd kártyanyitásos montázs, akkor a Tomb Raiderből is lesz, hogy hányszor haltam, meg a majom, meg stb. Úgyhogy bőven van ötlet, meg minden. Sokan Bad Partinget játszak. Az, ami olyasmi, mint a Dead by Daylight, vagy a Phasmo, csak új.
repülő is leszállna. Ugye? Arról azért mondtam, hogy én ott megállok, tehát hogy én azért visszafordulok egyértelműen. Még egyszer neki futunk. Hát persze, mert azért Szilánk az sokat ér, mondjuk nem tudom most mit fogunk érte kapni, de sokat ér. Ja, az egy kisfiú története. Na várjál, erről nyomok egy print screen-t, mert... mert majd rákeresek. Meg egyébként nyilván FNAF-oztunk, igen, szerintem tavaly a FNAF Security is, ugye Szabi? A FNAF Security az benne volt a Halloween-i hétben, vagy sima FNAF volt? Mert a FNAF-okat is toljuk. Szia Victoria, Szabó Victoria, mi újság? Úgyhogy igen, most is el vagyunk avval is maradva, illetve a Bendy and the Machine-nal is, úgyhogy majd azokat is folytatjuk, ezek teljesen kimentek, hallod, a fejemből. De azért, mert azt általában Kikivel, vagy Szabival, vagy Kikivel és Szabival szoktam tolni. Hello, Lerzus 08. Igazán csinálhatnának már másik... mindjárt elolvasom, jó? Ezt ne töröljétek, kérlek, mindjárt elolvasom, jó? Csak kiérek a versenyről. Mert semmi izé nincs benne. Köszönöm szépen a követest. Hú, hallod? Kell az a kávé, ami ki van töltve nekem. Köszönöm szépen, Lerzus 08 követés. Mindjárt reagálok, csak meg kell álljak kint. Ezért igaz, hogy sokszor csináltam ezt a versenyt, de fejből nem tudom. Melyik a kedvenc lovad? A fjordok, illetve a mustangot is megkedveltem nagyon, és az őslovak. Igen, igen. De abból olvasva, hogy amit elkezdtem olvasni a kommentedből, valószínűleg te is fiú játékos vagy. Na, igazán csináltanak majd másik nemnek karaktert, nem gondoltam volna, hogy férfiak is játsszák, 1000 éve voltam fent utoljára, egész jó irányba változott azóta. Na! Azért nem csinálnak ugye férfi karaktert nagy eséllyel, mert hogy alapból a Star Shine és a Star Stable, ami nem online játék, az a 4 kislányról szólt, akik léleklovasok. És ennek a továbbfejlesztett verziója ugye a Star Stable Online, amit mi ismerünk. Egyébként, aki nem látta a Star Shine-t, beírjátok YouTube-ra, hogy Mongufta Family Star Shine, akkor volt egy elsőkörös végigjátszásunk, meg egy másodkörös végigjátszásunk is. Azt majd mindenképp nézzétek meg. És a sima Star Stable-ből ugyan nem volt, de a gépen elvileg vagy megvan még, vagy nincs. Nekem megvolt a CD. Úgyhogy nyilván akkor minden teljesen át kéne írni, és a főszál miatt nem csinálnak férfi karaktert, ennyi a szed benne. Jaj, ez most hogy csúsztam így meg? Köszönöm Varga, Liza a követést, köszi, régen is fiú volt, csak nem mindenki merte magát felvállalni. Sok fiú volt, persze, szia Virág Fanni, hello. Nem női játékos vagyok, végigjátszottam összes Star Wars játékot, imádtam. Igen, jó, bocsánat, csak alapból gondoltam, semmi baj, én nagyon örülök neked is. Tehát azért mondom, hogy ugye ahhoz teljesen át kéne írni az alaptörténetet, és mivel azt nem szeretnék átírni, mert a 4 léleklovas lány mellé... Hát most ez csúnyán hangzik, hogy egy olyan, mint egy lány tábor, mint ahogy régen voltak a leány, meg fiú iskolák, és csak a lány iskolákban voltak a lányok. Gondolom itt is úgy tervezték az egészet, hogy egy lány érkezik 5. léleklovas lányként, de egyébként lehetne léleklovas herceg is, ezt én is adom. Hello Csenge 13, üdvözöllek téged is itt a Twitch chaten is. Elsőnek szóltál te is hozzá, úgyhogy köszi szépen, amíg nem követtetek be, akkor kövessetek Twitch-en, srácok. Ott is haladunk szépen előre, és ott is vannak egyedi emojiaink, amiket tudtok használni. Például most mindjárt beküldöm nektek elméletileg. Ezen rajta kell egy... Ja, ez a TikTokon vagyok, hülye vagyok. De TikTokon is amúgy vannak, tehát hogyha valaki esetleg szeretne tag lenni, akkor most van lehetőség TikTokon mindössze 1300 forintos tagságra. De itt, igen, itt is van saját Star Stable-ös emojink. Már is mutatom, ahol a kis Fripp van a lovon, de terve lesznek még újak is. Úgyhogy itt pedig gyorsan megnézem, hogy Twitch-re tettünk-e ki, de oda még
Nem tettük ki? Nem, csak TikTokra tettük ki. Twitchen full mások vannak. Jó, úgyis most fogunk tervezni majd Patival újakat, úgyhogy ez csak ilyen ideiglenes megállás volt. Na, igen. Gréta, nagyon szépen köszönöm a megosztást. Hány SC-d van? Tippeljetek. Amúgy sok, már nemrég vettem, és évente, vagy hát most 3 évben egyszer vettem. Ez nagyon meglepődtem, hogy mennyit változott a játék, írja Wind. Na, hát igen, amúgy sok mindent fejlesztettek, nagyon sok mindent változtattak, tehát azért jó nekünk, azért sok minden ugyanolyan, mert minden évben, mint streamer, én megcsináltam a különböző eventeket. Örülök, hogy van streamerre a játékról, hát ha lesz újra kedvem hozzá. Na, örülök neked, nagyon Lerzus. Valaki súgja már meg, hol a szellemtrutymó, mert az azóta se találtuk meg. És Twitchen néztem, hogy nem szoktak se külföldiek nagyon, sem magyarok, csak ilyen kb. Havi egyszer-kétszer SSO-t live-olni, és azért gondoltam, hogy akkor megtöröm a csendet, és akkor ne csak YouTube-on meg TikTok-on menjen, hanem a Twitch-re is hozzuk vissza, hogy létezik a játék. Mellette mentem el, de melyik részen? Gyere, Liza, gyertek nyugodtan, persze. Kitty kerekes, az, de azt már egyszer felvettem, és nem adja meg. Az istálón mögött voltak dolgok. De azokat már fel... Vagy nem szedtem fel? Na, még egyszer megnézzük, jó? Hát figyelj, ide bejöttem. Az... Nem mondod, hogy ez? De ezt már felszedtem, ez nem a trutymó. Kastély alatt. Ja, várjál, ott van valami, haló! Megint csúszik a ló. Ezt a csúszós bagot kivehetnék. De az se az. Az a póktojás. És még mindig ugyanaz az egy hiányzik. Köszönjük, hogy leestem. Random találtam meg, elkínzott mellett. Igen, de ez még mindig nem az. Kastély mögött? Igen, nekem is úgy rémlett, hogy mintha az oldalába lenne, de nem találom. Na várjál. Itt semmi nincs. Miért nincs? Ott sincs. Itt sincs. Gyere! Gyere hát és vezess! Csenge random találta meg. Pati, szellemtutit ott annál a kastély vagy ház, nem tudom mi az mellett van. A Lindás quest. Aha, akkor fel kell menni, igen. Nem csak a vérnyomásom megy fel, hanem én magam is. És ma még nem ugrottunk az üsbe. Haló? Hé, már nem feldob! Régen az volt, hogy feldobott, de szomorú. Amúgy egyébként még nem is adtunk le semmit az üstbe, tehát azt még el se kezdhetjük. Ez nekem furi. Vagy azt még nem hozták be, vagy valamit nem csináltam meg? Valamikor feldob, de bagos. Azért lepődtem meg, mert mondom, ez régen úgy kilőtt minket, hallott, mint a pezsgő, mikor felrázod és szétpukkan. Na, Zsezsi engem, őt feldobta. Én meg remélem titeket. Ha, jó. Na, tehát azt mondod, hogy itt a kastélynál, E betű, álljál meg, he. Ahhoz össze kell gyűjteni a dolgokat. Aha, azt mondták, hogy itt a kastélynál, de egyelőre. Közös pillanat, köszi Zoé. 320 low XP-jé, legyen is. Teljesen jó. Tehát akkor itt a kastélynál kell jobban körbenézek. Lehet mögötte, benne, alatta. Ottan nem lát, nem bírok oda, mert mi van? Ott semmi nincs. Ez gyönyörű volt. Jó, valaki jöjjön szerintem fel és könnyítsük meg egymás dolgát. Barát felkérés, ez tele van szerintem, de majd valamikor szűröm. Nem az a kastély, másik sziget. Melyik másik? Fentről kell menni, vagy nem fentről? Halirami? Mi újság? Épp az ideg kerülget, hogy nem találom, hogy... Ne menj fel! Jó! Jövök le! Így is le lehet jönni. Jó, megtaláljuk. Megtaláljuk, ha belepusztulunk is. Az nem... Ami ott van.
A lovaknál, amiket meg tudsz venni, ott van lószőr, hamu, meg kukac is lehet. Igen, abból már találtam. De köszönöm a pontos információt, ez a tuti. Úgyhogy köszi, user. Te is ezeket keresed? Most azt mondták, hogy itt van fönt majd, vagy lent. De itt lent is már egyszer összeszedtem. Vagy nem? De az megint nem az. Az póktojás. Hát Lerzus azt már jó ideje nem frissítik, úgy tudom. Jó játék, csak mikor nincs társaság és minden lovad maxos, úgy unalmas lehet. Igen, olyankor tényleg csak a fő történet van, ami be tud vonzani, ami van évente három körülbelül, vagy négy maximum. Valamit már találtam, de hát ez ilyen. Jó, megyek fel, megyek fel. Felmegyek a dombtetőre. Néha nem adja meg, hogy megszerezted. Na várjál. Azt mondják, hogy itt fent. Nyilván tartom mögött. És tényleg ott le... Nem mondod, hogy ott a trutyi. A nyilvántartó eldugta. Te gonosz nyilvántartó. Hát nyilvántartod, hogy eldugod? Jó. Köszi. Köszi mindenkinek. Lényeg, hogy követed a dolgokat. Semmi baj. Én sem mindig vagyok képbe. Ez ilyen. Na, és akkor most, ha minden igaz, le kell adni középre. Még a tököt mindig nem kezdtük el, és semmit nem csináltunk vele. Csak Jaspernél összefogdostuk a tökeit. És akkor elméletileg most lesz, hogy megjelenik a Tomzón? Vagy még most se? Most mit vettem fel? Tényleg túl bonyolították ez régen, nagyon könnyű volt. De nem ez kell nekem. Padok-sziget. Tegyél mohát, szellem, tudmód, póktojást az üstbe. Ó. De hát most azt írja, hogy nincs. Ja, de van, ez a moha. Ez se így nézett ki régen. Igen, elhiszem, hogy lusta vagy küldizni, néha én is. És akkor ezért kapunk megint szed darabokat, és nagy eséllyel van rá szansz, hogy kis állatot? Mert tavaly úgy volt. Na, E betű. Ja, hogy lehet kísérletezni. Hát van nekem egy ilyen. Figyeld, megnézem, mit hozunk ki belőle. Ja, három valami kell. Hello, John. Szuper, hogy megvan, pedig jöttem megmutatni, nem baj. Szeretsz edzeni a játékban? Valamikor igen, bár rég volt edzős live, de majd valamikor lesz. Én most óránként lehet használni az üstöt utalomért, viszont teljesen mindegy, mit választasz. Tök random adja a cuccokat. L&N, hello, hello. Ti szerettek lovat edzeni, vagy már ti is úgy vagytok vele, hogy néha elég csak a random játszadozás, vagy esetleg az ilyen feladatos, eventes dolog. Jó, ide eljövünk összegyűjteni cuccokat, amúgy látom, hogy kell lélekszilánk. Megkeresendő hozzávalók, lószőr és még két lélekszilánk, azt mondjuk kapunk. Haló. Az nem az volt. Én nekem az na jó, van az a pénz, de nincs ez a pénz idézőjelesen, hogy óránként játszak. Ahhoz nagyon fárasztó lenne. Fekete tök kis állatot? Az mondjuk menő. És akkor az is random, ugye? Mert emlékszek, hogy tavaly volt, akinek tök random megadta, és hiába voltak bevált formátumok, nem mindig azokat adta meg. Hogyan találtál rá az SSO-ra? Mi fogott meg le inkább a játékban? Erre nagyon egyszerű a válasz. Alapvetően a feleségem régen játszott a Starshine-nal, meg járt neki a Pony Club magazin, és akkor valahogy előtérbe került a Star Stable Online mint játék, meg is mondom, hogy teljesen emlékszek, hogy láttunk egy videót, ahol Owen McKendry játszott SSO-t, úgyhogy Lorett kérte, hogy ugye próbálja ki, és akkor utána elkezdtem követni Lorettnek a csatornáját, és úgy voltunk vele, hogy
töltsük le. És akkor kipróbáltuk, és egyből megvesztük a lifetime-ot, azt nem tudom. Ja igen, elértük a 1000 követőt? Mennyit értünk el az SSO-nál, mikor Chris-szel elkezdtünk játszani? Mert úgy volt, hogy először a feleségemnek a csatornáján voltak live-ok, SSO-s, ahol én is ott voltam, akkor én olvastam általában a chatet, és utána tetszett, ahogy előre haladt, meg a fősztori, és akkor mondtam, hogy akkor én is kezdek egy akuntot, és akkor ketten fiúk elkezdtük, csak utána Chris leköltözött vidékre, és gyakorlatilag így maradtam én, aztán Janával együtt toltuk, csak neki nagyon sok dolga volt, meg minden, és így maradtam én szólóba. És, mint mondottam, a fő történet fogott meg. 3-4 órát is nehéz kiúzni, nem vagy óránként, ugye? Én is így vagyok vele. Most mit kezdtem el keresni? Mert tök jó, hogy megválaszoltam. Csak valami... Ja, 2 lélekszilán kellene egyébként, de hogy az honnan? A tökös részt nem csináltuk. De oda most hogy megyek el? Mármint, hogy itt ki tudok menni. Á, nekem nagyon kajtva. Mióta így kell az üstbe, régebben, mikor csomó lélekszilángot kellett csak gyűjteni, és nem ilyen alapanyagokat, akkor nagyon szerettem, de ezt a módot már annyira nem. És ilyen szarság, valamint, hogy ilyen értékes tárgyak nem maradtak nálam amúgy, csak úgy halkan megjegyzem, hogy meg kéne nézni. Csontok, az ott ami. Vándorpor, az se az. Lidércfényhívó. Csontok, rengeteg. Azt nem tudok beledobni. Ja nem, de amúgy van egy csomó. Ez mi? Póktojás, az is van egy csomó. Igen. Ha nem látok olyat, ami hasznosítható lehetne. Elvira, Klaus német, nézd, szia, szia, szép délutánt, és köszönöm a követést. A Lícia online-en szoktál játszani? Régebben játszottam, de nem működik egy jó éve lassan. Azt hiszem, most pont van örvény. Tényleg örvény! Az hol van? Tudsz súgni? Tényleg örvények is vannak. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Jó, átmegyünk itt. Van tornádó. Tényleg. Aranymező. Köszönöm szépen a lájkokat is. Na! De aranymezők alatt mit értesz? Mindjárt oda megyek. Aki még nem követett be, srácok, köszi, hogyha bekövet TikTokon, illetve Twitchen is. De aranylevél, az hogy lenne aranymezők? Pontosítsatok, léci. Ja, hát ott mióta van aranymező név? Pinta erőttől. Már nézem is. Három hónapja, de nekem működött. Na akkor jó, neked user, mi több mint egy éve nem tudjuk beüzemelni, többen is, meg volt, hogy leálltak a szerverek. Aha, látom, látom. Hello, Enikő, szia. Hogy vagy? Én 4 napja kezdtem el a játékot, nagyon tetszik. Na, örülök neki. Nekem az arcom az most Twitch-en van, tehát most úgy vagyunk, hogy TikTokon kamera nélkül, bár van 2 kamerám, de még átgondolom, hogy mikor kapcsolom vissza. Nekem így jó. De aki kíváncsi rám, azt Twitch-en meg tud nézni egyébként. Nem vagyok olyan nagy látványosság, csak mondom. És örülök neki, hogy vannak új játékosok, nektek jó szórakozás, nagyon sok opció és minden van a játékban. Ha most kezdi valaki, akkor azt mondom, hogy bőven hónapokat el lehet vele játszani. Most is van az a bug, hogyha arrébb mész és visszarespannol. Hát az tavaly is volt, de köszi az infót. Én már régi motoros vagyok, nem a legrégebbi pakból, de azért már egy bő, szerintem 6-7 év. Valahogy úgy. Na, és köszönöm szépen a rózsákat, 14 rózsa van a 66-ból, nem tudom, hogy honnan jött a 66, csak random beírtam egy számot a live kezdésnél.
hogyha szeretnétek hozzájárulni, hogy meglegyen az élő cél előre is, köszönöm. Én 2016 körül kezdtem el SSO-zni, de akkor én már toltam, ugye Star, sőt, biztos Star Stable magyarul, hogy én már akkor jár, vagy nem, de nem hamarabb. Én, vagy de? Nem, hamarabb játszottál, mint én, nem? Na, én már ebbe belezavarodtam. Na, várj, itt hol van? Most meg elvesztettem a forgószelet. Ott van. Akkor ott voltam, csak nem látom a fától az erdőt. Most már megleszünk, várjál. Igen. Fel kell venni. És összeguberálni. Na, ez a része volt, ami mindig is untatott, amikor így ez kellett. Emlékszek, hogy csak a szilánkok miatt nagyon sokszor megcsináltuk, de ez önmagában nem volt túl izgalmas. Ezzel szemben a Thomson versenyét mindig szerettem, a madár ijesztő versenyt nagyon szerettem. És például aki most kezdte, Elvira, te hogy találtál a játékra? Csak így kíváncsiságból kérdezem. Aha. És még egy van valahol. Szeret szerepezni? Nem, ahhoz már túl öreg vagyok. Na. Attól függetlenül színészkedtem meg minden a való életbe, de az azért mégse ugyanaz. Hol találom a szellemet, hogy leadjam, vagy ilyenkor automatán megkaptuk? 5. Most hozzászámolta? Azt írja, hogy van 5 amúgy. Vagy az így nem fogja belerakni? Valaki TikTokon élőn játszott ezzel is, és megtetszett. De jó. Mikor fogják már folytatni a főküldit? Olyan uncsi már minden bakker. Eltelvel én ezt néha, én is megértem. Általában tavasszal szokták, meg nyáron. De tavasz van legközelebb, úgyhogy nagy eséllyel tavasszal. Mi az az egyetlen egy felkiáltójel? Azt keresem, ami zöld, még mindig zölden mutatja. Ott. Ja, Padok sziget! Na, akkor elmegyünk a Padokra. Első live volt 2018. március 17-én volt. Köszönöm. Akkor ki lehet számolni, hogy 6 éve. 6 és fél éve játszom. Másfél év kihagyással. Tehát nekem volt olyan fél évem, hogy egyáltalán nem, vagy másfél évem, hogy nem léptem be szinte. Meg nem tartottam live-ot se nagyon, csak maximum 2 havonta egyszer. Igen, azért mondom, hogy az is szép idő, mert sok mindent láttunk már azóta. Mennyi lovad van? Nagyon sok. Majd már nem mondom, hogy hamarosan érkezik, mert minden évben megígértem, és sose vettem fel, de most tényleg nagy lendülettel vagyok, hogy fog érkezni most már az összes lovam bemutató videó. És most ide eljöttem, és most meg eltűnt a felkiáltójel. Azt hogy csináltam? Találkozz Lindával a Padok szigeten. Most vagy én vagyok ennyire vaksi, ami előfordul, de hol van itt a Linda? Ja, látom. Nem, megvan, megvan, megvan. Ott fönt, látom, látom. Megvagyok. Igen. Látom most már középen. Ott is valaki Thomsonnal van. Ja, ez maga a vágtázó Thomson. Jó napot kívánok! Testvér uram! Így van, amit Zoé írt TikTokon. Köszönöm, hogy a Twitchen is nyomtok egy követést. Ott jelenleg 201 követőnk van, és nemrég kezdtük körülbelül egy 3 hónapja az aktivitást. Na igen, hogy látnunk kellett a vágtázót, hogy ő ott áll. Erre emlékszem. És akkor itt megint vannak ilyen kis szilánk darabkák, amiket össze kell gyűjtögetni. 15-öt. Mondjuk ezt szerettem mindig, hogy a szilánkok így ide szálltak. Hozzánk. Átjöttek. Ó, nagyon jó.
Úgy, még ott fent is láttam egyet. Vagy nem? Dehogy nem, ott van a fánál. Így mi? Júj, a szilánkok, mikor olyan helyen volt a forgószél Mordennél, hogy fennakadt a hegyen és nem lehetett elérni, az de kellemetlen volt. Hát ilyet is megéltünk annó. Így, és akkor meg is vagyunk. Nagyon jó. Igen, itt elmeséli azt a történetet, amit minden évben, ezt azért nyomom túl. Szia Hanna, mi a játék neve? Star Stable Online. Úgy írod be, hogy Star Stable Online. De mindjárt beírják a csetre. Aha, és akkor most lesz verseny? Hát azt írja, hogy emlék a téren... Jaj, Linda jön velem, mondom, ez most mit megy ilyen csigabiga tempóba? Köszönöm szépen, Sienna. Köszi. Egyébként, ha szeretnétek ezt a szó live-okat nézni, nem csak nálam, akkor Sienna Eagle Street-et tudom ajánlani, hogyha rámentek a nevére és nyomtok rá egy követést, ő szokott ezzel a játékkal játszani. És igen, azt szoktam bereklámozni, aki nem kéri magától, mert én jobban szeretek meglepni embereket, mint hogyha valaki kéri, azt általában nem is szoktam reklámoznia. Meg hát, hogyha valaki nekem szimpatikus. És ő nekem az volt. Na! Meg nagyon régi nézőm, zárójeles megjegyzés. Ő már akkor nézett, mikor még szemese volt. Na jó, nem. Akkor nézett, amikor elkezdtem, úgyhogy ez tök nagy dolog. És akkor... E betű. Régen E betű se voltam, csak mondom, mindig ki kellett harcolni, hogy meg tudjad nyomni. Nem volt E betű. Köszönöm szépen, Hanna, a követést. Kedves tőled. Köszi, köszi. Na, azt mondja... Hogy... Meg is vagyunk. Na azért jó, itt nem volt bonyolult összeszedni a szökőkút mellett, amiből megromlott a víz, mert minden zöld. Level up, gyerekek! Level up! 24-es a karakter! Haló, haló! Mondom, mi volt? Hát a lovam még nem szintelt. Na hát, történelmi pillanat a mai live-ba. Ennyi. Moderátorosztás az nincsen nálam, nekem közeli barátaim a moderátoraim, így ez nálam offos, de ha kell, akkor szólni fogok, de azért köszönöm. Úgyhogy, jeeej, 24-esek lettünk idén Halloweenkor. Tök jó. Hú, de rég szinteltünk. Na ki emlékszik, mikor voltunk 23, én nem őszintén, de... De mondjuk jóval sok, tehát még egyszer, sokkal több ember XP-t kapunk, mint régen. Azt azért tegyük hozzá. És ennek én csak örülök. Ez az egy újítás, aminek nagyon tudok örülni. És valahol megint van egy felkiáltójel. Torony árnyékába, és nem tudok rámenni. Ez merre van ez a torony? Na várjál, azt mondja, mi itt vagyunk. Nem látom. Erődben? Köszönöm. Akkor nem itt kezdem el keresni. Oké. Na, akkor irány vissza. Igen. Mármint a vágtázóéban. Igen, gondoltam, hogy nem pinta erőd, de azért köszönöm. Valahol itt jött. Nem ezen az oldalon jöttünk át, de hát mondjuk majdnem mindenhol van ilyen kis tököcske. Vagy itt most pont nincs, ráhibáztam az egyetlenre, ahol nincs. Akkor tudod mit? Hazaszállítás, az még mindig ocsmányul néz ki. Addig, aki szeretne támogatni, srácok, Twitchen csírekkel, tagsággal, ajándéktagsággal tudtok, TikTokon pedig azzal, hogyha hozzájárultok az élő célhoz, ami a rózsa, vagy bármilyen nemű ajándék, vagy egy szívlej engem. Köszi, köszi. Reklámot hallottak. Na most, hogy betöltöttünk, és ott a tök a hátunk mögött, megyünk is oda. Erre majd amúgy össze kéne vágni egy ilyen kis videót, és benyomni, hogy nem mindig én mondjam be. Amúgy. 200 IQ. De hogy miért írja, hogy három lélekszilánk? Mert mondjuk van 5, te.
Így jártunk. Na, akkor ide visszaérkeztünk, és akkor most itt el kell kezdenünk megkeresni. Köszi a 4000 lájkot, az is megvan. Thank you, thank you. Hogy itt most oda megy. Ez a fenti? Mert várj, ez lehet a lenti is. Nem, ez a lenti. Hello, Tifi! De vártam a Halloween-t. Meg egyelőre sok újdonság nincs benne. Mert hogy még az új lovak se jöttek majd 2 hét múlva, de én is így voltam vele, hogy már attól független vártam. Minden lovat megvettem, ami nincs meg, semmi újdonság nincs. Hát tudom, azt mondtam, hogy annyira katyvasz lett, hogy mindenért rohangászunk, meg minden, de most lettem 24-es. Úgyhogy ma legalább annak örülünk. Meg azért jó átnézegetni ilyen szempontból. Nekem nagyon tetszenek az új lovak. Sokan szeretik a robotot, spoiler, illetve lesz egy olyan, mint a körhinta, nekem meg azt tetszik, úgyhogy én már várom, hogy behozzák őket. Meg most megy először Twitchen is a Star Stable, mondtam, hogy oda is befuttatjuk a játékot. Nem szokott belőle nagyon live lenni, de most én elkészítettem. Ennyi. Igen, pont most számoltuk ki, hogy én meg még csak 6 éve, én 11 éve kezdtem, ezt mondani, hogy kisebb szintű vagyok, mint te. Hát, megesik. Na várjál vele, most hova a rákba kell menni? Azt most nem figyeltük. Elfeledett mezők, jó. Hello, Petra, hello, hello, hello. Megyünk Twitchen is, nézzetek be majd mindkét platformra, mert a Karaoke Live-hoz még mindig tudtok csatornapontokat hozzáadni. Milyen napotok volt amúgy, Tifi, Petra, meséljetek, most egy pár hete újra függő vagyok, na. Hát én most így mondtam, hogy a Halloween-ra megnézem nyilván, meg tartunk egy-két live-ot, de nem fogjuk túlzásokba vinni, majd hogyha bejönnek az új lovak, akkor nyilván megint leszünk, mert az engem is érdekel, mondjuk itt egyszerűbb, hogyha a bejárathoz megyünk. És úgy megyünk ki az elfeledetre. Hello, Aiken, üdvözöllek! Én most értem haza 2 óra utazásból. Merre volt 2 óra? Dolgozni voltál? Júj! Megint sötét maradt. Hol vagyok? Nem otthon. Ja, de otthon. Ja, tesódéknál? Ó, értem. Nagyon jó, felvásároltam az időben Halloween-i dolgokat. Akkor gyere át egy korszolós videóra, meg vagy hívva. Én nekem most semmit nem tudtam még venni, nem volt időm. Ez a hetem annyira káosz volt. Most van péntek, és ugye láthattátok, hogy nem is voltam elérhető. Nem is nagyon válaszolgattam dolgokra, úgyhogy nagyon káosz hetem volt. Hát, valamikor biztos most nem, Tifi, már láthattad, hogy egy fél éve nem nagyon csinálunk ilyeneket. Várja, elfeledett mezők. Én a fekete krémtúrót szeretném majd megkóstolni, meg egy-két dolgot még megnéznék. Egyetem munkacsalád megbolondulok, 4 ZH. Az nagyon sok. Az kemény kitartást. Nekem meg annyi minden volt, amiről nem beszélhetek még live-ba, de higgyétek el fogok mindent mesélni decemberre. Addig várnatok kell tényleg, de nagyon sok mindent kellett intézni, volt nagyon stresszes napom, volt olyan nap, hogy kb. Sírhatnékom volt, úgyhogy voltak is, akik mondták, hogy ők rám akartak írni, de nem mertek. Lehet írni, csak nem biztos, hogy egyből válaszolok, nagyon kemény és stresszes és rossz hetem volt. Ennek ellenére azt hiszem egy live-ot tartottam még a hét elején, de most itt vagyok, holnap jövünk a Fortnite mérszel valamikor, de nem tudom, hogy délelőtt vagy délután, mert módosítottuk arra, ha már holnap hozzák. Meg jövő héten is kevesebb live-ot tudok tartani a tervezettek alapján, bár ez titeket nem érint, mert tervezetről úgyse tudtátok, hogy mennyit akartam, de majd lesz szokásosan Halloween-i hét, meg minden is, úgyhogy ja. Így nagyon tömören, röviden rólam, velem ezek vannak. De sokkal jobb lesz minden, csak most minden nehéz. És utólag majd mindent elmesélek, és fogok utalást tenni, hogy ez volt nehéz, de még nincs itt az idő.
De, mint mondottam, most aktívak leszünk Twitchen és TikTokon, ez a két fő platform, YouTube-ra meg a vodok és a videók. És miket vettél amúgy, Petra, spoilerezel nekem? Oké, okay, hello, hello, üdvözöllek Twitchen is, Petra, még lehet nyomni a csati pontokat a karaokéhoz. Mindenkinek. Oh my god, édes kert a csetemen ma. Akkor nem csak egy start láttunk, nem csak Ice Blue Bird jött a mai live-ba, hanem Zoe Sweet Garden nekem egy kategória. Én mind a kettőjüket kedvelem. Csak Sweet Garden-nel többször találkoztunk, de fura így hívni mi. Megvárjuk a Mufasát. Na! Mi a jó eget láttunk most itt? Ja, nem olvastam eddig se, nem most fogom elkezdeni. Hova kell mennünk? Megint nem tudom. Vissza a Vágtázó erődébe. Aiken, köszönöm a követést. És köszönöm Zsolt a csatorna pontokat. Köszi, köszi. Hogy vagy? Utoljára akkor hallottam rólad, amikor a bizonyos rendezvényen, bizonyos állapotban, bizonyos dolog miatt hangüzenetet küldtél nekem, és azon nagyon megmosolyogtam, és jól esett, hogy eszedbe jutottam arról. Azt hiszem, hogy azóta nem beszéltünk, de lehet megcáfolsz. Hogy vagy? Én meg ugye most én beteg voltam 5 napot, tehát hogy tök jó, hogy voltam live-okban múlt héten, de gyakorlatilag most gyógyulok meg. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon szarú voltam. Az a légúti, torokfájós, hányingeres, hasmenéses dolog volt, de most már jó. Vettem egy koponyát teli cukorkával, halloweeni nigetszet és krumplit, négercsókot, de olyat, hogy marshmallow volt benne, illetve plüst teli csokival. Na, ez jó hangzik. Hát de így történt, ifi. Komolyan. Köszi, édeskert, neked is a csati pontokat. Na most megint meg kell találni, hova visszük. Várjatok, ez a fönti vagy a lenti? Linda most megint olyan hülyén megy, hogy ihaj-csuhaj. Irgum-burgum vaskampó. De hogy így gyakorlatilag, várjatok, elugrott a chat. Mi történik ezzel? Na. Megvagyunk, megvagyunk. Úgyhogy... OBS... Oké. Okay. Na, ez szerint, meg kéne különböztetni, ez szerintem a fönti, mert, vagy ez a lenti, mert nagy. De láttam, hogy középre az üsthöz is kéne menni, de szerintem ez a lenti lesz. Na, kész a kaja, és lépek fel mind. Oké. Okay. Let's go. Do this. Hello, hello, Remolian24, üdvözöllek, szia, szép délután, bár már lassan inkább szép estét, hogy vagy. És Szereló Dani köszi a 250 csati pontot. Zsolt írja, hogy Hali, jól vagyok, igen, én is nevettem rajta. Megint nem látom az egész csetet, várjál. Arrébb húzom a TikTokost, most lesz jó. Tehát először fel se fogtam, hogy mit hallok. Ne! Újrahasznosító, szimulátorozgatok, és közben hallgatom a streamet, valamiért nem engedi a másik képernyőn a csetet, se videót megjeleníteni. Nem tudom miért. Tehát, hogy ez tök szar, hogy miért nem. Kész a kaja, lépek fel. Oké, mi jót eszel? Az újrahasznosító szimulátoron is gondolkoztam nagyon, csak ugye most mi a kártyaboltos toljuk, meg mellette a sima szupermarketet, de attól független nem zárja ki a gondolatokból, hogy mi is megnézzük. Jó amúgy? Pesztós tészta? Na. Az is jó. Az is tök jó. Középre is, nem, a szürke, az nem zöld, nem tudom, miért láttam zöldnek. Legalább ilyest is jól adja, azt eddig meg se néztem. Tényleg 2000 összegyűlt. Ez nem rossz, nem rossz. Jól elmentem megvenni Konra a jegyet, sajna az elővételt nem tudtam, mert teljesen elfelejtettem, hogy meddig van a kedvezmény, és mire néztem, addig lezárult az Early Bird. Ó, az szomorú. Nekem bejön ilyen kis nyugis játék. Tudom, a legtöbb szimulátoros az olyan, de amúgy nagyon be tud szippantani mindegyik. Nézzük meg, hogy bagos-e még, vagy már feldob.
Most feldob. Ezt hiányoltuk a live-ba. Juhú! 250 JS adott küldinként. Az jó. Biztos, hogy meg fogom nézni, mert most nagyon szeretem a szimulátorosokat. Köszi Zoé, hogy kitetted. Mi nem volt? A tök gyűjtésnél nem találom, hogy hova kell menni, hogy a tökök elinduljanak, vagy valami azzal, valami információja van valakinek, vagy csak én vagyok béna. Mert azzal nem történt olyan, hogy láttunk volna bármit, és oda még visszamegyünk. De hogy itt most meg kell keresni a tököket, mert hogy most azok elmentek? Ja, egy hely per nap. De lecsökkentették, te jó ég. Azt nem gondoltam. Aztán most még a Throne and Liberty-t kéne tolni, de majd meglátom, hogy foglalkozik-e vele a mai nap. Azt nem tudom melyik játék, de erre is nyomok egy print screen-t, majd ránézek. Kerítések között van 3 darab. Ja, itt lent. De hát azokat már visszavittük az első adagot neki. Azért csodálkozok. Mert itt a 3-at már visszavittük. De az még nem csak a betanító volt, tehát akkor valahol még kéne legyen egy. Nekem a kom most az is kimarad, ugyanaz miatt, az okok miatt, amiről nem beszélhetek még, de arra most nincs lehetőségem, hogy elmenjek, se szabadidőmbe nincs opció rá, se pedig máshogy, úgyhogy vagy a téli, vagy a tavaszi lesz belőle, de neked jó konozást kívánok. Hanyadik konod vagy, te sűrűn szoktál menni? Nincsen más? Tehát, hogy akkor ez a próbatökökön kívül nincsen aznapi tök? Csak kérdezem, hogy ne feleslegesen futkorásszak. Sokadik már nem számolom, értem. De van, mondom, hogy van. Akkor keressük. Akkor egy nagy tök kerestetik. Ott van, megtaláltam. Azért mondom, hogy kellett még. Mivel az a nulladik volt. De bonyolult. Megvagy? Az is olyan, hogy első évben nagyon szerettem, második évben még mindig szerettem, harmadik évben már nem. De ez ilyen. Szia Marianáj, de örülök, hogy téged is látlak. Mizu? Láttam, toltad a szupermarketet? Bár nem vagyok benne biztos, nem figyeltem, hogy mit, csak láttam, hogy valamit te is toltál éppen. Hogy telt a napod, hogy vagy? Na várjál, kettő megvan a háromból. De ez a kérdés, hogy a harmadik az hova ment. Na, az mehetett ide lentre is. Vagy teljesen fel. De lehet, hogy teljesen fel. Meg még novemberben lesz a Fantasy Expo, meg a Play It is jó lenne kimenni. Fantasy Expo-t nekem is mondták, hogy jó lenne, ha mennék. Mármint olyan, aki kint lesz, de mondtam, hogy még azt se tudnám biztosra mondani. Playten meg még soha nem voltam. Throne and Liberty elég összetett MMORPG, szerintem neked angol tudásod sajna elég kevés hozzá, pedig jó küldetések vannak benne, és jó játékmenet is. Hát ezt így megértem. Mi a Black Desertot mondtuk ugye, hogy majd ránézünk, mikor le lesz akciózva, mert többeknek tetszett, ugye csinálgatom a tier listes cuccot is, az elmúlt éveknek a játékaiból, amit játszottam. Vagy kipróbáltam, és a Black Desert volt az, ami azt mondták, hogy ha összegyűlik olyan akcióba, akkor többen megveszik és megnézik, de majd meglátjuk, hogy mikor lesz ebből valami. Egész jó, ma hamarabb vége volt a melónak, mert rendezvény volt az egyik házba. Na hát, ez tök jó. Akkor tudtál egy kicsit pihenni többet, mint átlagosan. Szerinted megéri a holland melegvérű? Ha még nincsen, akkor szerintem igen. És akkor most ezért nem is kapunk szilánkot. Hát nem tudom, ide tökös már elvette a kedvem. Elmegyek vacsorázni, majd jövök. Oksika, jó étvágyat!
Mondjuk én is gondolkozok, hogy nem sokára majd el kéne mennem kajálni. Mert már több mint 2 órája megy a live. Megnézem még, mit tudunk kihelovinkodni. Most akkor a tökös dolog meg lett. Igen, azért mondom, hogy én most már azért egy ideje itt vagyok. Nem. Már jóval régebben kezdtem. Úgyhogy azért mondom, hogy én is nem sokára majd elköszönök, de még egy kicsit vagyok. Hát igen, mondjuk... Ja, igen, most csak elvileg DC-re lett betéve, mikor elindult a Twitching. Egész jó lett a Supermarket új frissítései. Azóta tettek be még valamit? Mint amit nem láttam. Eddig nekem top MMO az Elder Scrolls, meg az FF14 online volt. Mondjuk én kevésbé voltam MMO-s, mert ugye én lemaradtam ott, hogy Metin, később kipróbáltuk a WoW-ot valamelyik évben, meg voltak ugye a magyarabbak a Gates of Andoron, akkor... hát nem is tudom, még volt egy pár, de nem olyan sok. Várj meg! Jó, de hát ide be kell jönnöd, nem tudsz egyből, mármint csak hogyha csinálod a küldit. Akkor majd be tudsz. Azon gondolkozok, hogy van-e még, ami itt nagyon kimaradt. Elderhez kéne PS előfizú. Ja, azok benne van a havidíjba, értem. Na az Eldert, azt nekem nem lenne idegrendszerem. Múltkor néztem live-okat belőle, de akik játszák, azok lőtt le a kalappal. Nem rossz. Nézni nem rossz, én nézni szerettem. Hát figyelj, kockáztassuk be. Megvan az 5 egyébként. Még ha ott nem is fogadja el. És honnan tudom, mit kaptam? Megkaptam egyből a tököt! Haló! Vagy mindenkinek olyan könnyen megadja? Hát innentől nem fogok csicskulni, nekem ez kellett csak. Köszönöm szépen, Titanella, de jó neved van, köszönöm szépen a követést. Nincs más frissítés, még értem. Hát igen, az erdőben sok a szöveg, azt mondjuk tényleg sokat ad, ha érted a történetet. Igen. Szerintem változó, hogy ki mikor kapja. Én is úgy emlékszek, de akkor ehhez rohadt nagy mázli kellett, hogy elsőnek megadja. Mert hogy ezen kívül az inventáromban más nincsen, se ruha, se semmi. Ez konkrétan a legelsőre kiadta a tököt. Na majd mindenki írja már meg, hogy mikor kapja meg, vagy aki játszott, hogy megkapta. De cuki amúgy. Mondjuk hát olyan eléggé fekete, mint a lelkem. Mármint, hogy nem. Hello. Ja, macska is van. A tököt mindenkinek megadja a tökös feladatnál. Most elvetted a lelkesedésem, könycsepp legördült. Értem, Marianite, értem. Én viszont megy egy kicsit pihenem, fáj a fejem, nem baj. Úgyis mindjárt zárom egy pár percnek, Stiffy még lő egy közös képet, aztán utána nem sokan. Én nem kaptam tököt, szomorú. Én is elfáradtam, tehát ez 2 óra aktivitás, ez bőven jó volt. Aki még most gondolja, az esetleg kövessen be Twitchen is, hogyha csak TikTokon voltatok itt, illetve fordítva is. További szép napot mindenkinek. Nyilván még átmegyünk egy raidre, úgyhogy megnézem, hogy kit tudunk megrédelni, és akkor nem szavazás, raidet indítunk. Holnap vagy délután, tehát esélyesebbnek érzem a délutánt, hogy találkozunk egy Fortnite live-ba, de még tényleg attól is függ, hogy hogy alakul a napom, mert holnap is van egy programunk, úgyhogy minden azon fog múlni, hogy mikor, de jelentkezni fogok, ugyanígy TikTokon is leszünk, illetve Twitchen is. Most pedig, mivel szeretitek, hát keresek valami olyan játékot, amit esetleg szerettek többen is, vagy menjünk egy olyanba. Aha. Hát figyelj, lepjük meg őt, érdekesnek, Final Fantasy játékba megyünk át, úgyhogy
Holnap kapom meg a kocsim, amit vettem. Rendben, rendben, persze, érthető. Úgyhogy jók legyetek, srácok, és holnap találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó pihenést, aki marad játszani, jó játékot. Sziasztok! És akkor indítom is.